Judit beszél a csatorna, még mindig én vagyok Judit, ha esetleg elfelejtettétek volna. Ezt a podcastet hónapokkal ezelőtt fel kellett volna tenni, és elnézést, hogy ilyen a háttér, ilyen a fény, de ha arra várok, hogy tökéletes legyen a minden körülbelül, akkor soha nem fogom ezt a podcastet feltölteni, vagy megcsinálni. Egyébként van egy új mikrofonom, itt egy kicsit láttok belőle, de nem állványos, csak egy ilyen kis tripod, nem is tudom, lába van, és nem látszik ezért, de teszteltem a hangot, és szerintem elég jó. Légy szíves, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, hogy szerintetek jól lesz-e a jövőben ez. És tudom, hogy azt mondtam, hogy nem fogok mikrofont venni, de végül a hosszú hónapok, nem is tudom, depressziója után muszáj volt valamit csinálnom, hogy kedvem legyen megint videókat készíteni, és hát úgy nézett ki, hogy ez a mikrofon fogja meghozni azt az utolsó lökést, ami kell ahhoz, hogy megint elkezdjek videókat gyártani, illetve hát podcasteket. Szóval ez a videó, vagyis ez a podcast, ez az adás arról fog szólni, hogy miért váltok olyan gyakran munkahelyet, illetve hogy mit ajánlanék azoknak, akik esetleg szeretnének ugyanúgy munkahelyet váltani, vagy magasabb pozíciókba kerülni, majd mindenki eldönti magának. Mielőtt elkezdenénk, annyi, hogy ezt kérték, még a decemberi vlogmas alatt kérdezte valaki ezt, és én is egyébként akartam erről a témáról beszélni, úgyhogy köszönöm továbbra is ezeket a témajavaslatokat, és ha bármi más téma van, amiről szívesen hallanátok, akkor ezt írjátok meg ide, léci, kommentként. Szeretném egy kis felelősséghárítással kezdeni ezt a podcastet, mégpedig bármi, ami itt elhangzik, az az én saját véleményem, nem kell nekem feltétlen hinni, és ha úgy gondoljátok, hogy hülyeség, amit mondtam, és ti nem értetek vele egyet, az a ti döntésetek, nem szeretnék elkezdeni vitatkozni senkivel azzal kapcsolatban, hogy ez jó-e, hogy én csinálom, én nem is mondom azt, hogy így kell csinálni, én elmondom, hogy az én életem hogy alakult, én mit, hogyan csináltam, nekem milyen dolgok jöttek be, ha úgy gondoljátok, akkor a saját életetekben is hát hozhatok ilyen döntéseket, vagy mehettek ilyen irányba, nem kötelező, nem azt mondom, hogy mindenkinek működik, de ne kezdjünk el, ha lehet vitatkozni azzal kapcsolatban, hogy ez most jó-e vagy sem, mert lehet, hogy nektek más jött be, nekem ez jött be. És bármi, amit itt elmondok, az nem testesíti meg a múltbéli, illetve a jelenlegi munkahelyemnek a véleményét, és én ezért nem is fogom azoknak a cégeknek a nevét mondani, akiknél eddig dolgoztam, mert hát így is kicsit félek attól, hogyha valaki megtalálja ezt a videót, vagy ezt a podcastet a jövőben, akkor az nekem nem lesz feltétlenül, hogy is mondjam, pozitív dolog. Mert hogy elég őszintén akartam beszélni itt a témáról. Még annyit a téma bevezetésének, hogy én leginkább multicégeknél dolgoztam, és nagyvárosokban, ezért ráadásul nincs családom, tehát csak magamért vállalok felelősséget, úgyhogy nagyon sok minden, amit itt mondani fogok, az azért alakult úgy, ahogy, mert olyan helyen lakom, illetve olyan a családi környezetem. Tehát nekem nem kell arra gondolni, hogy bizonyos döntéseim mondjuk a családomra kihatással lehetnek, amit tudom, hogy sokban megkönnyíti az én helyzetemet. Ezért is mondom, hogy nem kell feltétlenül készpénznek venni mindent, amit mondok, hiszen ha te életed más, te vidéken laksz, te neked más a végzettséged, másmilyen a családi állapotod, akkor valószínűleg rád ez nem lesz igaz, de elmondom, hogy nálam hogy alakult. Én ugye nem az eredeti végzettségemben, szakmámban dolgozom, hiszen angol-német szakos bölcsészként végeztem, és gyakorlatilag informatikai profilú cégeknél dolgozom, illetve dolgoztam egy-két gyógyszeripari cégnél is. Bár én továbbképeztem magam az egyetem elvégzése óta, de ezek olyan területek voltak, amiknek nem sok köze van a munkámhoz. Ugye van egy sportriporteri végzettségem, illetve van egy fitness instruktor végzettségem, aminek semmi köze nincs a mindennapi munkámhoz. Egyébként IT területen is megcsináltam egy-két ilyen továbbképzést, ami mondjuk úgy, hogy szinte kötelező volt, és
élvezem is ezeknek az elvégzését, ha nagyon az lenne, én szívesen mennék technikai területre is tovább, de hát nem ilyen pozíciókban vagyok általában, úgyhogy ha nincs mondjuk úgy oka a munkáltatónak engem elküldeni bizonyos tréningekre, akkor nem fog elküldeni. Na most fizetésről nem nagyon beszélhetek, igazából ilyen majdnem az összes szerződésben meg van határozva, hogy nem mondhatom el a fizetésemet, konkrét azért, de még a családtagjaimnak sem mondhatnám el, ami szerintem elég vicces. És hát ugye az ügyfeleinkről is titoktartási írunk alá, tehát igazából arról se beszélhetek, hogy milyen ügyfelekkel dolgoztam. Szóval továbbra is nem vagyok követendő példa szerintem, de talán egy-két dolgot tanulhattok mondjuk úgy azzal a területtel kapcsolatban, ahol én dolgozom. Fenntartom a lehetőségét annak, hogy talán egy-két évvel később máshogy fogok erről a dologról gondolkodni, már csak most is, mivel ezeket a jegyzeteket, amiből most a podcast készül, még a COVID elején írtam meg, és aztán egy kicsit módosítottam rajta, úgy november-december környékén, tehát ez a téma azért már jó ideje mondjuk úgy készül, és azóta velem is sok minden történt, tehát már most sem mindent úgy gondolok, ahogy benne van a jegyzeteimben, de ezt majd a végén kifejtem. Jó, kezdjük ott, hogy tudom, nagyon messziről indítom, de hát csináljatok valami kávét, vagy kezdjetek el mosogatni közben, és akkor majd, hogy mondjam, jobban fog telni az idő. Én gyerekkoromban az egyik leggyakrabban hallott mondat a szüleimtől, főleg anyától, az volt, hogy nincs pénzünk rá. Ha én valamit megnéztem a kirakatban, valamihez kommentárt fűztem, akkor mindig ez volt, hogy nem fogjuk megvenni, nincs pénzünk rá. Én nekem nagyon nem is volt gyerekkoromban olyan ruhám, amit újonnan vettünk, max a kínaiból, mikor később a kínai boltok bejöttek, de egyébként a legtöbb ruhám az az unokatestvéreimtől kapott ruhám volt, vagy a bátyámtól kapott, vagy a keresztesomtól kapott, tehát nekem majdnem az összes ruhám használt volt. Nem volt semmi baj ezzel, csak hát ugye így az ember nem nagyon tudta kiválasztani, hogy mit viselne szívesen. És én már akkor is úgy voltam, hogy én nekem mindig a hangulatom alapján valamilyen a ruházatom. Tehát, hogy mostanában is így van, hogy nekem amilyen a hangulatom reggel, én az alapján öltözöm fel, és ezért van, amikor rózsaszínben vagyok, van, amikor full feketében, van, amikor rockernek öltözöm, van, amikor éppen egy ilyen businesswomannek, tehát én nagyon szerettem volna, hogy a hangulatomat kifejezze az öltözködésem, vagy fordítva. És hát erre nem nagyon volt lehetőségem, mert gyakorlatilag a ruha az csak azért volt, hogy valami legyen rajtam. És nem okozott örömet, és engem ez nagyon zavart, mert láttam mondjuk más embereket, akik olyan ruhában voltak, amiben látszólag nagyon jól érezték magukat, és én is szerettem volna jól érezni magam. Vagy például láttam anyának a ruháit, amik ugye nőiesek voltak, és én mindig arra gondoltam, hogy de jó lenne, ha én is nőiesebben tudnék öltözni. De mivel általában az unokatestvéreimtől ilyen unisex ruhákat kaptam, ezért hát ez nem nagyon jött össze. Hozzáteszem, máig is szívesebben öltözöm mondjuk úgy fiúsan, mint nőiesen, de néha ahhoz is van kedvem. Mivel gyerekkoromban nagyon ezt éreztem, bár a szüleim nem nagyon beszéltek pénzügyi dolgokról velem, de mindig azt éreztem, hogy hú, úgy kuporgatjuk össze a pénzt, ezért én megfogadtam, hogy amint én nagy leszek, én valami brutálisan sokat kereső állásban akarok dolgozni, és soha nem akarom azt érezni, hogy nekem gondom lesz mondjuk a csekkek kifizetésével. A gyerekkoromban, amikor megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, akkor az első válaszom az volt, hogy autószerelő, és utána pedig az, hogy főnök. De ez konkrétan így elhangzott. Tehát én akartam egy bazi nagy irodát, egy irodaházban, ami ránéz a városra, lehetőleg New Yorkra, és ott gépelgettek a kis számítógépemen, van saját telefonom, titkárnőm, stb. Tehát én ezt akartam csinálni. Nyilván amerikai filmekből láttam, de meg voltam róla győződve, hogy én főnök leszek. Eleve úgy gondoltam már gyerekként is, hogy én aztán tudni fogom majd osztogatni a melót másoknak, és hogy én elég okos leszek ahhoz, hogy főnök legyek, eléggé talpra esett, stb. Úgyhogy én meg voltam róla győződve, hogy ez egy teljesen reális cél. Emellett persze akartam volna híres énekesnő, színésznő is lenni, bármi, ami az exhibicionizmus témájában benne van.
Még egy nagyon érdekes dolog az az, hogy gyerekkoromból emlékszem erre, de már kb. 5-6 éves koromban emlékszem erre, hogy én nőként mindig attól féltem, hogy egyszer a jövőbeni páromtól meg fogom kapni azt, hogy te ne szóljál be semmit, mert én hozom haza a pénzt, és te neked itt nincs laposztva. És ezért már kb. 5-6 évesen megfogalmaztam magamban azt, hogy én nem fogok otthon maradni. Tehát én nem leszek az a feleség, vagy barátnő, aki a férjének a pénzéből él, és ki lesz szolgáltatva neki. És ez azért érdekes, mert nekem az anyukám háztartásbeli volt nagyon sok éven át, mivel amikor gyerekek voltunk, nagyon sokat voltunk betegesek, és ő óvónő volt, és mindig táppénzre kellett velünk menni, és akkor egy idő után azt mondták neki, hogy bocs, de nem akarunk így alkalmazni, hogy ennyit hiányzol. És ezért ő otthon maradt velünk. És egészen 13 éves koromig körülbelül ő otthon volt, és gyakorlatilag csak az apámnak a fizetéséből éltünk. És én sose hallottam, hogy az apám azt mondta volna, hogy anyám kevesebbet ér, vagy ő nem szólhat bele a dolgokba, sőt, inkább anyám volt az, aki mindig a pénzünket beosztotta, és apám simán odaadta neki a pénzt. Tehát, hogy sose hallottam azt az apámtól, hogy ő bármilyen szinten is lekicsinylette volna anyát azért, hogy ő otthon marad. Tehát nem tudom, hogy honnan szedtem ezt, de ha valaki ilyen, nem is tudom, ilyen independent woman volt, már gyerekként is, akkor az én az voltam. És nem tudom, hogy honnan jött ez tényleg, csak azt tudom, hogy gyerekkoromtól fogva ott volt a fejemben, hogy én önálló keresettel akarok rendelkezni, én nem akarok senkitől függeni, ha a másiknak is van keresete, akkor oké, de az, hogy én nekem ne legyen saját pénzem, tehát az elképzelhetetlen lett volna számomra. Ezért is érdekes nekem, mikor a férfiak azzal jönnek, hogy jaj, minden nő csak a pénzemet akarja, meg a kocsimra bukik. És ez nekem annyira idegen, tehát az én érzéseimtől annyira idegen, mert én még ajándékot se szívesen fogadok el valakitől. Tehát, hogy én meg már a másik véglet vagyok, hogy egyszerűen nem is értem, hogy akkor mások hogy lehetnek rendben azzal, hogy valaki más által keresett pénzt elveszik. És most nem arról beszélek, amikor már ugye házasok, és akkor egy közös büdzsébe megy a pénz. Bár ezzel is bajom van, hogy ennek mi a jó elosztása, hogyha az egyik ember többet keres, mint a másik, de hát ezzel a problematikával még nem kellett foglalkoznom. Az iskolában én úgy gondolom, hogy jó eszű gyerek voltam, de én nem voltam túl lelkes, és mindig azt mondtam a szüleimnek, hogy azért nem vagyok lelkes az iskolában, mert ezért nem fizetnek. És én tudtam, hogy amint a munkámért fizetni fognak, én onnantól kezdve egy igazi stréber leszek, és így is lett egyébként. És ezt egészen addig nem is tudtam, amíg egyszer utána nem néztem az aszcendenseknek, és azt olvastam az aszcendensekről, hogy ez az aszcendens az, amit kifelé mutatsz felnőttként a világba. Most bocsánat attól, aki ért az asztrológiához jobban, mint én, de én így olvastam. Tehát például, hogy a munkahelyeden hogy viselkedsz. Na most én nekem szűz az aszcendensem, oroszlán a horoszkóp jegyem. Ha valaki ért egy kicsit mondjuk úgy a horoszkóp jegyekhez, akkor gondolom nem lepi meg ezek után, hogy oroszlánként azt mondtam már gyerekként, hogy főnök akarok lenni. De hát a szűz pedig az iszonyat pedánságot mutatja, amit én a munkahelyemen egyébként azóta is mutatok. Tehát, hogy én nekem az asztalomon napközben kupleráj van, de amint én nekem vége a munkanapomnak, nekem mindent el kell az asztalról pakolni. Mert nem bírom, hogy ott rendetlenség legyen. És ahhoz képest itthon meg nálam mindig rendetlenség van az asztalon. De a munkahelyi asztalomon ott az fullnak izének kell lennie. Az, hogy nekem olvasatlan leveleim legyenek az ott munkahelyi outlookomban, megőrülök tőle. Tehát, hogy nekem mindennek élére állítva kell lenni a munkahelyen, és ahhoz képest itthon meg abszolút nem vagyok ilyen. Tehát, aki ugye nézi a videóimat, az tudja, hogy nálam aztán sokszor van, hogy nem takarítok normálisan, hogy nem pakolom el a dolgaimat, bár szerintem jobb lettem az évek során, de a munkahelyen, aki kollégám volt, az tudja, hogy én nekem ott, amint beérek a melóhelyre, én így ráfókuszálok a munkára, sokszor ebédkor is azon gondolkozom, nem lehet hozzám szólni, tehát, hogy de nem tudom, hogy miért lettem ilyen. Én mindig csak ezzel tudtam magyarázni, hogy azért, mert az iskolában nem fizettek érte, itt meg fizetnek érte. Közben mondjuk hozzátenném azt is, hogy de majd ez valószínűleg később előkerül. De ez a fajta perfekcionizmus és maximalizmus, amit én a munkahelyen mutatok,
ez egy nagyon fárasztó dolog, és én örülnék, ha nem lennék ilyen, de ez a helyzet, mert sokszor érzem azt, hogy az értékem a munkahelyem alapján árazom be. Tehát, hogy én csak munkáltatóként, vagy munkavállalóként érzem magam értékesnek, és úgy alapvetően emberként meg nem. És hogyha elvennék a munkahelyemet, akkor én úgy érezném, mintha megszűnnék létezni. De közben meg az utóbbi hónapokban azt érzem, hogy pont emiatt lettem hát ilyen depressziós, hogy úgy érzem, hogy nem teremtek értéket a munkahelyen. De erről majd később. Nem szeretném egyébként a szüleimet ekézni, tehát hogy nem erről van szó, hogy én itt rájuk akarok valami rosszat mondani, mert nekik se volt könnyű, tényleg nulláról indultak, mind a két szülőmnek van főiskolai végzettsége, de hát azért ők nem egy ilyen nagyon sokat kereső pozícióban, ráadásul vidéken két gyerekkel, 20 évesen kezdték az életüket, a közös életüket, és hát sokkal nehezebb volt nekik, mint nekem, de ettől függetlenül pont ők voltak azok a példa, akik miatt én tudtam, hogy én nem így akarom majd csinálni a dolgaimat, én tudtam, hogy én hát vagy olyat akarok menni tanulni, vagy dolgozni, amit imádok, és ezért tök mindegy, hogy mit, hogy mennyit keresek, mert hogy mind a két szülőmön azt láttam, bár anya még csak-csak, de hogy faterom olyat dolgozott, amit utált. És én nem értettem, és máig nem értem, hogy hogy tudott ennyi évtizeden keresztül olyan állásban lenni, amit nem szeretett. Ez számomra elképzelhetetlen lett volna, hogy valamit ennyire gyűlöljek, és akkor éveken át benne maradjak. De hát sajnos, ugye nem engedtek el a szüleim ilyen zenei irányba dolgozni, vagy tanulni, úgyhogy, meg hát egyik se, úgyhogy ez a része nem jött össze, és a másik meg az volt, hogy ha már olyan melóba megyek, amit nem imádok, akkor legalább egy kicsit érdekeljen, és hogy keressem szénné magam. Tehát, hogy ha már egyszer eladom a lelkem egy cégnek, akkor minél több pénzt én abból ki tudjak szedni, mert az idődet gyakorlatilag nem tudod visszavenni. Egy cég, ha rendelkezik az időddel, akkor onnantól kezdve az sose kapod vissza, akkor legalább abból tényleg annyi pénzt hoz ki, amennyit akarsz. Jó, akkor térjünk vissza. Tehát a végzettségem angol-német szakos bölcsész, ugye tanár is, és hát, hogy miért mentem erre a szakra? Azért, mert jó voltam nyelvekből. És úgy gondoltam, hogy a bölcsész szakkal bármilyen irányba el lehet indulni, mert az egy annyira mondjuk úgy általános szak, hogy gyakorlatilag tényleg innen aztán bárhova el lehet menni. Az egyetlen problémám volt vele, és ettől nagyon féltem, hogy kevés lesz. Tehát, hogy tök jó, hogy tudok nyelveket jól, de mindig úgy elvárnának valamit mellé, például pénzügyi végzettséget, vagy informatikai végzettséget. Tehát ezért mondtam az egyik előző adásban is, hogy lehet, hogy a mai eszemmel informatika lett volna az egyik szakom, és csak a másik szakom egy nyelv. De hát ez már így alakult. Elmentem ugye először tanítani, voltam állami iskolában, és voltam nyelviskolában is, és hát mindig is tudtam, hogy én nem vagyok jó tanár, nekem semmi autoritásom nincs, és nem is hiszem, hogy annyira összeszedett lennék, nem is hiszem, hogy jól magyarázok, én nekem nagyon gyors a felfogásom, de én nehezen tudom magam beleélni annak a szerepébe, akinek kicsit többet kell magyarázni, és ezért én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok egy türelmes ember, és nem vagyok tanárnak való, de így is úgy is a gyakorlat miatt az egyetemen el kellett mennem tanítani. Egyébként az én családomban elég sok tanár van, úgyhogy mondjuk úgy, hogy volt összehasonlítási alapom. Eléggé önbizalomhiányom is volt a tanításban, tehát hogyha az ember úgy érzi, hogy ő egy imposztor egy adott pozícióban, akkor hát azt nem szívesen csinálja. És nyilván még nagyon fiatal is voltam. Elég sokat kellett készülni ugye az órák előtt, amit én utáltam, mert én szeretem azt, hogy a nap végén abba hagyjuk a munkát, és nem foglalkozunk vele többet. Ez az egyik oka annak, amiért én sose szeretnék vállalkozó lenni. Most az egy dolog, hogy az aerobik óráimat vállalkozóként csináltam, de a főállásom mellett. Én nem szeretem azt a fajta munkát, amit este vagy hétvégén is elláthatsz. Persze, te osztod be magadnak az idődet, de én jobban szeretem azt, hogy 8-tól 5-ig dolgozunk, és utána hazamegyek, és nekem nem kell ezzel foglalkozni. A tanítás meg nem ilyen, tehát, hogy legyünk őszinték.
Egy kicsit jobb volt nyelviskolában tanítani, egyrészt a tanulók is másak, másrészt hát nyilván jobb a környezet, jobb a fizetés is, de az is egy cigány élet gyakorlatilag, mivel sokszor cégekhez kell kijárnod, akár másik városba is tanítani, és hát az se volt nekem a zsánerem igazából. Ott is azt éreztem folyamatosan, hogy egyszer a diákok majd rám mutogattak, és azt fogják mondani, hogy te nem is tudsz eléggé sokat, vagy nem tudsz eleget ahhoz, hogy tanár legyél. Majd még az egyetemen, ugye Debrecenben, már évek óta próbáltam az egyik ottani informatikai céghez bekerülni, mert tudtam, hogy nagyon sok csoporttársamat oda felvették. De egyetem mellett nem lehetett ott dolgozni, mert mindig elvárták, hogy napi 4 órában ráérjek, úgy meg, hogy egyetemre jártam, mindig ugyanabban a 4 órában nem értem volna rá. Úgyhogy csak az egyetem utolsó évében, amikor már csak a szakdolgozatom és az államvizsga volt hátra, akkor tudtam oda elmenni dolgozni. Elkezdtem szervizdeszkesként dolgozni, tehát ügyfélszolgálaton, informatikai ügyfélszolgálat. Én egyébként úgy gondolom, hogy mint ahogy szokták mondani, hogy a katonaságban, hogy mindenkinek kellett volna katonának lenni, én úgy gondolom, hogy mindenkinek legalább 1 évet ügyfélszolgálaton el kellene töltenie, hogy egy kicsit helyre tegye magát. Ugyanezt gondolom egyébként a vendéglátásról is, hogy mindenkinek 1 évet vendéglátásban is el kellene töltenie, hogy egy kicsit így helyre tegye magát, mert hogy iszonyat kemény és iszonyat stresszes tud lenni az a munka, és hogyha kedves emberrel beszélsz és megoldod a problémáját, akkor nagyon boldog vagy, de ha egy tajparaszttal, aki azonnal mindent is akar, és esetleg nem is tudod megoldani a problémáját, és te egy kicsit is lelkiismeretesen dolgozol, akkor ez egy nagyon stresszes és hát, hogy mondjam, depresszív környezet tud lenni. Nagyon sok szabály van, akkoriban ilyen fél órás ebédszünet volt, ha egy perccel is átlépted, akkor már szólt a csoportvezetőt, hogy gyere vissza, mert jönnek a hívások. Hétvégén éjszaka is kellett ügyeletet vállalnunk, úgyhogy ez nem volt egy kedves munkahely, úgymond, de mondjuk nekem könnyen ment, mert ugye beszéltem elég jól nyelveket ahhoz, hogy az ügyfelekkel könnyen tudjak beszélni a telefonra, tehát nem arra kellett figyelnem, hogy mit, hogyan mondjak, hanem tényleg a problémára tudtam koncentrálni. Nem voltam teljesen hülye informatikából sem, mert mindig is érdekelt, és gyorsan tanulok, úgyhogy ilyen szinten se volt nehéz, amit utáltam az, hogy ennyire be voltunk határolva, és hogy nekem más mondta meg, hogy mit csináljak. Ráadásul az ember azért sokszor találkozik olyan csoportvezetőkkel, akiknél jobbnak gondolja magát. Tehát úgy gondolja, hogy ő jobban tudná ezt a munkát elvégezni. Úgyhogy én nekem, velem nagyon nehéz ilyen szinten együtt dolgozni, mert én nagyon elvárnám, hogy olyan főnököm legyen, akit tudok tisztelni, és olyan embert tudok tisztelni, akinek több a tudása, mint az enyém, aki valamiben jobb, mint én. És hogyha azt érzem, hogy azt a munkát, amit a főnököm csinál, azt én mondjuk játszik könnyedséggel, vagy jobban meg tudnám csinálni, akkor onnantól kezdve azért nekem nehéz tisztelettel odaállni ahhoz az emberhez. És a multis cégeknél nem mindig azok kerülnek vezetői pozícióba, akár középvezetői, akár ilyen csapatvezetői pozícióba, akik a legmegfelelőbbek a munkára. Sokszor olyanok kerülnek, akik ott vannak nagyon sok ideje a cégnél. És ezek lehet, hogy jók voltak mondjuk egy ügyfélszolgálatos pozícióban, de nem biztos, hogy vezetőnek is jók. Tehát az, hogy a lojalitást olyan szinten értékeljük, hogy jaj, te már itt vagy nálunk 4 éve, akkor te leszel most a csapatnak a vezetője, ez nem biztos, hogy jó megoldás, mert nem biztos, hogy ő a legjobb arra a feladatra. Az, hogy valaki ügyfélszolgálatosként jó, az nem biztos, hogy jó vezető is. Megfelelő kvalitásokkal rendelkezik. De ezt nem mindig szokta, tehát nem mindig érdekli a multicégeket. Őszintén szóval szerintem a multicégeket az érdekli a csapatvezetőknél, hogy mint a bábok a fentről jövő utasításokat végrehajtassák a csapattal. És akkor ez lesz az a pillanat, amikor én bajba kerülök, hogyha bárhova interjúzok, és ezt valaki meglátja ezt a podcastet. Azok a kollégáim, mert tudom, hogy van, aki nézi a podcastet, vagy hallgatja, azok a kollégáim, akik ismernek, akik együtt dolgoztam, ők nagyon jól tudják, hogy nekem ez a véleményem, mert ezt én elég gyakran hangoztatom is, és elég gyakran találkozom is ezzel, hogy akár még középvezetői pozícióban is olyan emberek vannak, akik nem vezetőnek valók. Nincs meg bennük semmi olyan kvalitás, ami miatt én rájuk fel tudnék nézni, ami miatt őket jobbnak tartom, mint magamat, vagy más, mondjuk úgy vezetésre alkalmas embert,
és gyakorlatilag csak azért kerültek abba a pozícióba, mert nem okoznak problémát, és mert szó nélkül megcsinálják, amit mondanak nekik. És számomra az ilyen, az mondjuk egy gyári munka alatt lenne rendben, nem pedig egy multicégnél, ahol elvileg azért nagyon sok diplomás, és mondjuk egy fokkal okosabb ember van. De sajnos ugyanez. Egyébként ezt szoktam mondani, hogy a multicégeknél való dolgozás, főleg az ügyfélszolgálat, az gyakorlatilag a 21. század gyári munkája, szalagos munka. Már most érzem, hogy többet beszélek az egész témáról, és kicsit ide-oda csapongok, pedig ennél azért jobban megszerkesztettem ezt a témát, de annyi minden eszembe jut közben róla, amit nem akarok nem kimondani, úgyhogy bocsánatot kérek, hogyha kicsit így ide-oda ugrálok a témában. Szóval az ügyfélszolgálatos munkáról külön tudnék egy podcastet csinálni, hogy ott mit élünk át, és hogy mi tesz jóvá egy, vagy mi az, ami miatt valaki jó ügyfélszolgálatos, és mi az, ami miatt valaki rossz ügyfélszolgálatos. Ha esetleg ez érdekel titeket, akkor erről szívesen tartok egy külön adást is, de most nem akarok erről hosszasabban beszélni. Az a lényeg, hogyha érdekel titeket, akkor írjátok meg. Én úgy gondolom, hogy én nem voltam rossz ügyfélszolgálatos, szerintem én a telefonban nagyon határozott, professzionális, kedves tudtam lenni, megéreztem nagyon jó, hogy az embereknek milyen fajta interakcióra volt szükségük. Nem akartak beszélni, hanem azt akarták, hogy minél hamarabb megoldjam a problémát, vagy igazából inkább a beszélgetés része miatt hívtak fel, stb. Tehát én azt gondolom, hogy én ebben jó voltam. Amit nehezen viseltem, az, ha nem hagyták, hogy végezzem a munkám, hanem még különböző szabályoknak meg kellett felelni, vagy amikor rám kényszerítettek olyasmit, ami nem az én hibám volt, hanem mondjuk a csapatból másé. Tehát például az egyik kollégánk sose jutott be időben a melóba, és ezért amíg ő nem volt ott, addig nekem kellett a hívásokat helyette venni, és én ilyenkor elvártam volna a vezetőségtől, hogy ezt az embert tegyék a helyére, hogy időben beérjen, mert én gyakorlatilag elviszem a melót helyette, és a hónap végén ő ugyanúgy megkapja a fizetését. Tehát én bazin egy ilyen igazságharcosa vagyok a munkahelyemen is, meg úgy a való életben is, és az ilyen dolgok nekem nagyon rosszul esnek. Tehát amikor el kell vinni valaki miatt a balhét, akkor de hát ti egy csapat vagytok, és amikor én, aki egyébként normálisan dolgozom, én szívok amiatt, és egyszerűen elvárják, hogy azért, mert nekem nagy a terhelhetőségem, meg nem vagyok hülye, hogy akkor mindig legyek ott, amikor nekik szükségük van, szerintem ez nem így működik. Szerintem egy cégnek pont azokat az embereket kellene megbecsülni, akik normálisan dolgoznak, akik terhelhetők, és nem azzal mondjuk úgy megajándékozni őket, hogy még több terhet kapnak, hanem hogy nagyobb becsben tartják őket, jobban odafigyelnek arra, amit mondanak, mint azok, akik mondjuk nem járnak be dolgozni normálisan. De ezek mind az én harcaim igazából, és nem mindenki szokott ezekbe így beleállni, mint én, ez a személyiségemnek a sajátja. Igazából én mindig ezt szoktam mondani, hogy én nem várok el senki olyan, semmi olyat senkitől, amit én magam nem tennék meg, de ez azt jelenti, hogy mivel én egy maximalista, meg egy perfekcionista vagyok, ezért én elvárnám, hogy mindenki ugyanígy dolgozzon, mint én. Tehát, hogy ez nem egy rendes válasz, és erre én is rájövök. Főleg az évek során rájöttem, hogy ezzel takarózni, hogy de hát én nem várok el semmi többet mástól, mint amit én csinálnék. Igen, csak így azt várom el, hogy mindenki annyira lelkes legyen a melóval kapcsolatban, mint én, és mindenki toljon bele annyi energiát, mint én. Ami nincsen, de nem kell mindenkinek ennyit. Más kérdés, hogy én nem szerettem, én soha nem éreztem azt, hogy a munkatársaimnak nekem miattam extra órákat, vagy extra munkát le kellett húzni, mert nem szeretem azt, hogy más csinálja meg helyettem a feladatot, vagy más szívjon az én munkám miatt. És ezt én nagyon komolyan veszem. Tehát lehet slendriánul dolgozni, meg nem 100%-ot beletolni, csak nem másnak kelljen a munkát miattad megcsinálni, aki ráadásul ott ül melletted. Tehát ezt nagyon komolyan veszem. Egyébként az, hogy valaki elmegy egy multicéghez, ami informatikai profilú dolgozni, az nem azt jelenti, hogy csak informatikai melókkal lehet foglalkozni. Tehát nagyon sokan attól félnek, hogy úristen, én nem megyek el az XYZ IT-s céghez, mert hogy én nem értek az informatikához. Egyrészt nem hiszem el senkinek, aki a 21. században él, hogy abszolút nem ért a számítógéphez. Kettő,
azért egy adott céget működtetni, ahhoz sok minden mellékes, úgymond mellékes állás is kell, például HR-esek, pénzügyesek, most a takarítást meg ilyesmit nem veszem bele, mert ott azt általában az adott iroda céget csinálja, de ugye fejvadászok is kellenek, akik embereket toboroznak, kellenek titkárnők a vezetőknek, stb. Tehát, hogy azért itt vannak különböző pozíciójú emberek, nem csak konkrétan informatikusok vagy informatikával foglalkozó emberek. És amikor régen kimondtam, hogy informatikai cégeknél dolgoztam, akkor mindenki azt hitte, hogy én is informatikus vagyok. Én nem vagyok informatikus. Tehát nagyon sok mindent tudok az informatikáról, de nem, nincs végzettségem ebben, és igazából csak limitáltan dolgozom ebben. Én azt gondolom, hogy ha valaki bekerül a céghez, és nem akar örök életére ügyfélszolgálatos lenni, egyébként ismerek konkrétan olyan embert, aki 10 éve az, én nem tudom, hogy nem kötötte fel magát, de mindegy. Tehát ha nem akarsz megragadni ezen a szinten, akkor kb. 2 irányba tudsz elmenni. Az egyik az, hogy people management irányba mész el, tehát mondjuk úgy, hogy az emberekkel foglalkozó részére, ilyen a csoportvezető, ilyen a mondjuk úgy a service desket vezető menedzser, stb. Ez az irány, vagy úgy átmész HR-re, vagy ilyesmi. A másik pedig az, hogyha a technikai irányba mész el, ez persze cégfüggő, hogy milyen cég hol tartja a technikai csapatát, mert vannak cégek Magyarországon, ahol csak a nyelvtudás miatt az ügyfélszolgálati része van a cégnek itt, és egyébként bármi, ami technikai feladat, a szerverek, stb. Ilyesmi, azt egy nálunk olcsóbb országban tőlünk keletebbre tartják, és akkor nincs lehetőséget technikai irányban annyira tovább menni, de hát vannak cégek, ahol lehet ilyet. Tehát, hogy akkor ha annál az adott cégnél nem, akkor keres egy másikat, ahol meg van. Én egyébként, ahogy mondtam, engem jobban érdekelt mindig is a technikai része, ugyanakkor egyrészt azért is, mert én nem fogok senkit pátyolgatni, hogyha ismeritek a másik csatornámat, akkor tudjátok, hogy én az MBTI személyiségtípusok alapján ENTJ vagyok, tehát parancsnok vagy vezető, vagy vezér. Az Enneagram típusom pedig 8-as. Tehát, hogy én az vagyok, aki azt mondja, hogy jó, A-ból B-be el kell jutnunk, így tudjuk megcsinálni, a jelenlegi rendszerrel ez a baj, és így javíthatjuk ki. De ha valaki azt mondja, hogy ó, de nekem ma fáj a fejem, és nem tudok annyira koncentrálni, vagy el kell mennem a gyerekért az oviba, vagy éppen a párkapcsolatomban mostanában gondok vannak, tehát én nem az vagyok, aki ezzel kapcsolatban túlzottan megértő. Ez mondjuk úgy a people management embereknek a sajátja, tehát az, aki szereti pátyolgatni az embereket, meghallgatni a problémájukat, nagyon empatikusan hozzájuk állni, stb. Én az vagyok, aki a hatékonyságért felel. Tehát én fogok elől menni, tehát hogy én nem kérem azt, hogy mindenki helyettem oldja meg a dolgokat, de én úgy gondolom, hogy ha én megyek előre, akkor gyertek utánam, és akkor együtt megcsináljuk. Minden csapatba kell egy ember egyébként, aki kiosztja a feladatokat, ezzel semmi baj nincs, nem feltétlenül kell nekem lenni annak, de hogyha valaki olyan lesz, aki nem tudja jól megcsinálni, na, akkor az nehéz lesz, hogy na mindegy. Szóval nem feltétlenül kell informatikai dolgokkal foglalkozni, de ha ez érdekel, akkor persze tovább tudod képezni magad. Van egy gimis osztálytársam, aki német-latin szakon végzett a bölcsész karon, tehát semmi köze nem volt az informatikához, és most ilyen szerverüzemeltető, legalábbis amikor legutóbb beszéltünk, ilyen szerverüzemeltetőként dolgozott, és azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy ő miért ment bölcsészre, mert hogy ő annyira reál beállítottságú. Hát, mondom, ez nagyon érdekes, de persze kitűnő tanuló volt gimiben, úgyhogy így mindenből jó volt, tehát hogy nehezen lehetett felfedezni, hogy miből jobb, mint másból, mert mindenből 5-ös volt. Szóval amikor én ügyfélszolgálaton dolgoztam, én már akkor azt éreztem, hogy hát én nem akarom én ezt éveken át csinálni. És azt láttam a cégeknél, hogy mindenhol körülbelül 4 évet el kellene tölteni egy adott pozícióban ahhoz, hogy az ember feljebb jusson. Hát nincs az az Isten, hogy én 4 évig ügyfélszolgálatos legyek, csak azért, hogy tovább jussak mondjuk egy csoportvezető szerepébe, amiben egyébként nem nagyon akartam lenni, mert nem éreztem úgy, hogy én akarom ezt a pátyolgatást csinálni. Maga a hatékonysági részét igen, egyébként voltam is csoportvezető helyettes, de tehát az, hogyha meetingekbe kellett bemenni, hogyha adminisztrációt kellett csinálni, beosztásokat, stb. Én ezt megcsináltam szó nélkül, de az, hogy az embereket ott, hogy mondjam, tyúkanyoskodni, amelyiket nem áll feltétlen távol tőlem, de nem úgy, ahogy ott elvárnák, szóval azt nem akartam csinálni. Ráadásul, hogyha a menedzsment adott valami
tennivalót, és én azt hülyeségnek tartottam, akkor én szó nélkül nem akartam azt kivitelezni, hanem megmondtam, hogy ez hülyeség. Egyébként én sose úgy kritizálok dolgokat, hogy nem adok megoldási javaslatot rá. Lehet, hogy egyébként elég bunkón kritizálom le, amit mondanak az emberek, de én mindig elmondom, hogy ez, én úgy gondolom, hogy ez a jó megoldás. Tehát szerintem Magyarországon az emberek nagy része azt csinálja, hogy mindent kritizál, de nem mondja meg, hogy hogy kéne megoldani. Én sose úgy kritizálok. Csak hát az más kérdés, hogy nem szokták megfogadni a tanácsaimat. Azok, akik úgy gondolják, hogy az ő véleményük, vagy az ő útjuk a jó az enyémhez képest. Egyébként azért is akartam menedzser lenni, mert azt láttam, hogy a menedzsereknek sokkal szabadabb a beosztásuk, ők nekik nem kellett 8-ra bejárni dolgozni, ők elmehettek ebédelni, amikor akartak, nyilván többet is kerestek, mondjuk úgy, hogy jobban fel is néztek rájuk, és hát úgy gondoltam, hogy nagyobb a szabadságuk úgy unblock. Persze nyilván gondoltam, hogy minden menedzsernek is van főnöke, meg hát az ügyfél is beosztja az idődet, stb., de hát akkor is inkább sírunk egy Mercedesben, mint egy Trabantban, ugyebár. Úgyhogy nekem kezdettől fogva, az első évtől kezdve én menedzser akartam lenni. És ezt én így ki is jelentettem, és azt is kijelentettem, hogy én nem akarok 10 évet várni arra, hogy az legyek. És mindenkitől azt kaptam visszajelzésnek, hogy de még nincs elég tapasztalatod ezen a szinten, még egy kicsit maradnod kellene, amire én azt mondtam, hogy csak azért, mert neked 4 évbe telt, hogy megtanuld a dolgokat, az nem azt jelenti, hogy nekem is 4 évet itt kell tölteni. És ez nagyon pökhendi hangzik, de én ismerem a korlátaimat, én egyébként tudom, hogy miben nem vagyok jó, azt nem is erőltetem, de amikor úgy érzem, hogy én valamiben jó vagyok, akkor én úgy gondolom, hogy az ott dolgozó emberek nagy részénél jobb vagyok. Gyorsabb a felfogásom, hamarabb összeteszem a dolgokat, rendezettebben összeteszem, stb. Úgyhogy én nem akartam. Tehát semmiképp nem akartam 4 évet eltölteni ügyfélszolgálatosként. Úgy alakult, hogy 1 év után felkerültem ugye Budapestre, és az a cég, akinél Debrecenben dolgoztam, annak van Budapesten is irodája, és azt mondták, hogy nagyon szívesen átvesznek a budapesti irodába, de ugyanannyi fizetésért. Na most, amennyi pénzt én kerestem akkoriban Debrecenben, az persze, hogy nem megfelelő arra, hogy Budapesten ugyanazért az összegért, de magasabb albérletárakkal, stb. Megéljek abból. Tehát én ki is röhögtem a céget, hogy azt gondolták, hogy maradok náluk csak azért, hogy biztos állásom legyen, de ugyanannyit fizessenek, mint a vidéki pozícióért. Hát nincs ilyen. És hallottam olyan emberről, aki bevállalta ezt. Pedig Budapesten sokkal több IT-s cég van, tehát nem kell bevállalni ezt. Úgyhogy úgy ott hagytam őket, mint a nem tudom mi. Tehát nagyon gyorsan, maradjunk abba. És elmentem egy itteni céghez. Annyit mondhatok, hogy a nettó fizetésem 30 000 forinttal több volt így Budapesten, ugyanabban a pozícióban, amit annak idején Debrecenben csináltam, csak azért, mert nem ugyanannál a cégnél dolgoztam Pesten, hanem elmentem egy másik céghez. 3 hónapot dolgoztam annál a cégnél, majd elmentem egy másik céghez, ugyanabban a pozícióban, még mindig ügyfélszolgálatos pozícióról beszélünk, és ott megint 30 000 forinttal többet kaptam nettóban. Tehát ha azt nézzük, hogy fél évvel ezelőtt még Debrecenben ügyfélszolgálatosként dolgoztam, majd Pesten, már a második cégemnél, összesen nettó 60 000 forinttal többet kerestem, ugyanabban a pozícióban, ugyanazt a munkát kellett elvégeznem, mint Debrecenben. És amikor ezt elmondtam annak idején azoknak a munkatársaimnak, akik előzőleg együtt dolgoztam, vagy akik ismertek, azóta nem akarták nekem ezt elhinni. Pedig tényleg így volt, tehát most miért hazudnék? Szerintem nálam kevés őszintébb ember van, tehát hogy én nem hazudok be fizetéseket. Tehát gyakorlatilag csak az, hogy egy másik cégnél ugyanazt a melót elláttam, és bekértem egy olyan összeget, és ők megadták, 60 000 forint nettóval több. Persze az élet is drágább volt Budapesten, de akkor is jobban kerestem összességében, több pénzem volt. Tehát ha valamit mondhatok, az, hogy a cég átvenne egy másik városban, de ugyanannyit akar fizetni, nem. Tehát, hogy így ne menjetek ebbe bele, kész. Mondjátok meg a HR-esnek, hogy ha mondjuk vidékről Budapestre följöttök, drágább az élet, nem fogtok ugyanannyi pénzért elmenni dolgozni, ráadásul tudjátok, hogy cégeknél ugyanez a pozíció többet fog érni. Most még annyit itt elmondanám, hogy jelenleg úgy tudom, hogy a HR-es, hát nem is tudom, ilyen parancs, vagy szabály az az, hogyha a cégen belül pozíciót váltasz,
a fizetésed 20%-kal többel nem nőhet. Tehát 20% a maximum, amivel megemelhetik a fizetésed, ha a cégen belül váltasz egy pozícióba. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk én maradtam volna az első debreceni cégemnél, átjöttem volna Budapestre, és mondjuk egy évvel később csapatvezető vagyok, akkor az akkori fizetésem, a vidéki fizetésemet csak maximum 20%-kal emelték volna. Még az, hogy én Budapesten elkezdtem ugyanabban a pozícióban egy cégnél, majd egy másik cégnél dolgozni, az mondom 60 000 forintot emelt nettóban a fizetésemen, és ha annál a cégnél mentem volna el csoportvezetőnek, és 20%-kal emelik a fizetésem, szóval látjátok, hogy ugyanabban a pozícióban lennék, de többet keresnék. És tudom, hogy nem néz ki jól, ha az ember sokat vált munkahelyet, ugyanakkor viszont mindig gondoljatok arra, amit most elmondtam. Ugyanazt a munkát csinálva, ugyanannyi órát beleölve, ugyanúgy a lelkedet eladod a cégnek, de többet keresel. Hát miért ne keresnék többet? Persze én az a fajta ember vagyok, aki nem a megszokásainak él, és ha nem szeretem a változást, de ha változás van az életemben, főleg munkahelyen, akkor én azt nem olyan nehezen viselem, mint mások. Van kollégám, aki az egyik leghíresebb IT-s cégnél itt Budapesten dolgozik több mint 10 éve. És az egyetemről kijött, és ez volt az első munkahelye, és azóta itt dolgozik. Azért ez a mi generációnkban nem egy olyan megszokott dolog. Mondom, most multicégekről, városról beszélek, nem vidéki munkahelyekről, ahol nincs olyan sok lehetőség. De nagyon kevés embert ismerek, aki 10 éve ott dolgozik egy munkahelyen, és ráadásul az volt az első munkahelye. És tudom, hogy ő például az a fajta ember, akinek kell a megszokás az életében, ő örül neki, hogy minden nap ugyanahoz az asztalhoz ül le, hogy ugyanazok az emberek veszik körül. Mert neki ez a kényelmi zónája. Én nekem viszont az, hogy 10 éve dolgozzak le egy cégnél, amiben mondjuk ki tudja, hogy mennyi szeremelték a fizetésemet, biztos nem túl sokszor, míg mondjuk ugyanabban a pozícióban egy másik cégnél már nem tudom, mennyivel többet kereshetnék, hát nem. Tehát nem. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy igencsak ugyanazért a pozícióért egy másik cégnél többet lehet kapni. Persze ez kell pofa is, hogy bekérjétek azt az összeget. Mindig gondoljatok arra, hogy lehet, hogy lesz olyan ember, aki kevesebbért is elvállalná azt a munkát, és lehet, hogy egyébként nagyon sok cég van, aki olcsóbb munkaerőt keres, és ezért azt fogja felvenni. Egyrészt sose keressetek úgy munkát, hogy már felmondási időben vagytok, előbb keressetek munkát, utána mondjatok fel, hogy biztos, hogy legyen pénzkereset a közben is, míg a felmondásatokat töltitek, vagy amíg új munkahelyet kerestek. Másrészt viszont, ha te megnyerő vagy, ha te úgy adod elő magad az interjún, akkor tök mindegy, hogy a másik kevesebbet keres. És ha neked nincs pofád bekérni azt az összeget, ami szerinted jogos, akkor soha senki nem fogja rád erőltetni. Tehát csak te tudod azt mondani, hogy igen, én megérek ennyit, és azt mondod, hogy igen. És hogyha ők azt mondják, hogy nem adnak meg ennyit, akkor még mindig próbálkozhatsz ugye bizniszelni velük, most mondok valamit, most ez csak egy összeg, nem reprezentatív, de még azt mondod, hogy mit tudom én, 400 bruttót akarnak fizetni valamiért, de te megjelölted, hogy te 600 bruttót akarsz, na jó, mondjuk legyen 500 bruttó, nem, 550 bruttót akarsz mondjuk keresni, és ők azt mondják, hogy ők 400 bruttóért felvesznek, és akkor mondjuk azt mondod, hogy hát nem ennyit jelöltem meg, mi lenne mondjuk 480 bruttó, és akkor vagy igen mondanak rá, vagy nem. Most azért nem menjél el oda dolgozni, mert ők felvettek, és te attól félsz, hogy máshol se kapod meg a pénzt. Mert mindig ezt fogják a multicégek kihasználni, hogy mindig lesz ember, aki lejjebb ad az igényeiből, csak azért, hogy legyen munkahelye. Vagy mert attól fél, hogy mi lesz, ha. Egyébként a legtöbb elemegyidős kollégám mindig ezt mondja, hogy de mi van, hogyha váltok munkahelyet, és az rosszabb lesz, mint ami most lesz. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy de mi van, ha jobb lesz? Nekem is volt már olyan, hogy váltottam, és rosszabb helyre mentem. Jó. 3 hónap próbaidő. 3 hónap próbaidő nem csak arra van, hogy a cégnek kiderüljön, hogy te oda beillesz-e, hanem neked is. Az, hogy te eldönts, hogy te akarsz-e ott dolgozni. Semmi gond, az a 3 hónap alatt rájössz, hogy ez neked nem való hely. Akkor keresel egy másik munkahelyet. Nem kell ott maradni. És ez meg ez a, jaj, mi van, ha rosszabb lesz? Akkor inkább maradsz a mostani langyos vízben. Nem vizet akarok mondani, mindenki tudja, hogy mit akarok mondani. Tehát, ha mindig attól félünk, hogy mi lesz
egy másik helyen, mert az biztos, hogy rosszabb lesz, jó, akkor soha, ha mondjuk szakítasz valakivel, soha többé nem találkozol emberekkel, mert mi lesz, mi van, ha egy rosszabb emberrel jössz össze, mint az exed, vagy hogyha, mit tudom én, voltál egy buli helyen, és ott rosszul érezted magad, soha többé nem mész el bulizni, mert mi van, a másik hely is rosszabb, ezt ne így induljunk már neki. Egyébként én nagyon féltem attól, amikor Pestre kerültem, hogy a kollégáim közt nem fogok olyan emberre találkozni, aki olyan stílusú, mint én, akivel jól ki tudok jönni, és minden munkahelyemen volt legalább két vagy három ember, akivel nagyon jól kijöttünk. Egyébként a legtöbb kollégám szintén vidéki, aki följött Pestre, tehát valószínűleg ezért is van. De attól félni, hogy nem találok olyan embereket, az egyik gyógyszeripari cégnél voltak ilyen nagyon karót nyelt emberek, mert az nem olyan stílusú cég volt, mint amilyeneknél én előtte dolgoztam. Ott orvosok voltak, jogászok voltak, pénzügyesek, akikkel én egyetemen sem nagyon barátkoztam. És hát idősebbek is voltak nálam, tehát velük nem nagyon értettem szót, de volt egy kolléganőm, akivel máig nagyon jóban vagyunk, akit imádok, ő is imád engem, és tök sokat beszélünk telefonon, tehát hogy onnan is lett egy olyan ismerettségem, akivel nagyon jól kijövök máig is. És máig is tartjuk a kapcsolatot, pedig ott 2016-ban vagy hogy dolgoztam. Az ügyfélszolgálat után én olyan pozícióban mentem el, ami gyakorlatilag ez egy menedzser pozíciónak, legalábbis a nevében ez van benne, azzal foglalkozunk, hogyha bármilyen nagyobb kiesés van, például a szerver, hálózat nem működik egy adott ügyfélnél, mondjuk egyszer nincs internet az egész épületben, akkor én vagyok az, aki összeszedi az embereket, és megpróbálja minél hamarabb megoldani a problémát. Nem én magam oldom meg, én csak ismerem az embereket, akik meg tudják oldani, összeszedem őket egy hívásba, mondjuk úgy koordinálom az egészet, figyelem az időt, hogy minél hamarabb meg legyen oldva, hiszen ezekre szerződési, mondjuk így ilyen keretrendszer van, hogy mennyi időnk áll rendelkezésre, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Nekem nem kell technikailag mindent érteni benne, mondjuk úgy, hogy úgy rálátásban meg kell értenem a rendszert egészében, de nem kell minden technikai dolgot érteni, mert ahhoz ott vannak a technikai emberek, akik mondjuk egy adott hívásban is ott vannak, egy adott meetingben, mert ezek általában ugye különböző országokból jönnek. Én úgy gondolom, hogy nekem ez egy nagyon testhez álló munka, mert sok embert ismerek, sok infót megjegyzek, ezért tudom, hogy adott helyzetnél kihez kell nyúlni, úgymond. Plusz vagyok annyira ugye hatékony ember, hogy figyelem az időt, mondom, hogy jó, akkor most csináljuk ezt, most te csinálod azt, gyertek vissza egy óra múlva, leadom az ügyfélnek az információt, hol tartunk az adott megoldásnál. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nekem egy nagyon testhez álló munka volt, és technikai is, meg nem is. Tehát lehet belőle sok mindent tanulni, de nem várja el senki tőled, hogy annyira mindent tudjál, mert neked nem ez a feladatod. Neked a dokumentáció, a koordináció, telefonálgatás, mondjuk úgy az emberek ostorozása, szépen szólva a feladatod. Szerintem nekem ez jól megy, és több munkahelyen is dolgoztam már ebben a pozícióban. Az egyetlen probléma ezzel, hogy mindig valakinek rendelkezésre kell állnia, hiszen a hálózat kieshet éjfélkor is, és hajnali kettőkor, és hétvégén is. Úgyhogy ha ebben a pozícióban dolgozol, akkor ugyanúgy hétvégén és este is kell ügyeletet vállalnod. Na most az esti és a hétvégi ügyelet lehet, hogy úgy alakul, hogy soha nem fog semmi történni, és nem hívnak fel, de te ugyanúgy kapod a pénzt, és közben meg alszol. De lehet, hogy hajnali háromkor csörögni fog a telefon, és akkor neked oda kell ülni a laptop elé, és felhívni mindenkit, és elérni az embereket, és felkelteni őket. És lehet, hogy reggel 6-7-ig te neked hívásban kell ülni, és nem tudsz aludni. És én nagyon nehezen tudok éjszaka, meg ilyen fura beosztásokban dolgozni, sose volt ez a zsánerem, én nekem kell az a 8 óra vagy 7,5 óra alvás, és nagyon nehezen viselem azt, hogy hétről hétre változik a beosztásom. Úgyhogy ezekből a pozíciókból általában azért jöttem ki, mert zavart, hogy nem tudtam az életemet mindig egy bizonyos séma szerint felépíteni. Nem tudtam iskolába járni, mert valamikor hétvégén dolgoznom kellett, nem tudtam bizonyos hobbikat elvállalni, aminél mindig ugye adott időpontban rá kellene érni, mert hogy ügyeletben dolgoztam. Egyik héten, másik héten rendes munkaidőben dolgoztam, következő héten hétvégén voltam beosztva, tehát, hogy nehéz az embernek így az életében egy struktúrát hozni, hogyha ebben a pozícióban dolgozik. Egyébként nagyon jól lehet vele keresni, mert az ügyeleti pótlék az magasabb.
azáltal, hogy délután 6 után dolgozol, magasabb a fizetés, amit kapsz arra a munkaidőre. Ezután elmentem projektmenedzsment irányba, gondoltam, az is esetleg jó lehet nekem, hiszen ott is mit kell csinálni, koordinálni mások munkáját, hogy az adott projekt kész legyen időben. Ez megint csak olyan dolog, hogy lehet informatikai témájú a projekt, de nem neked kell érteni hozzá feltétlen. Ezzel az egyetlen dologgal az a probléma, hogy általában el kell menned először projektkoordinátornak, mielőtt elmennél projektmenedzsernek. Én nekem van végzettségem, tehát papírom megvan arról, hogy projekteket csinálhatnék, viszont soha nem volt a cégnél elég tapasztalatom ahhoz, hogy én bemerjem vállalni, hogy egyedül elvigyek projekteket. Én voltam többször projektkoordinátor, de soha nem láttam bele a projektmenedzserek munkájába eléggé ahhoz, hogy tudjak tanulni tőlük. Mindig lepasszolták nekem mondjuk a fizetéssel kapcsolatos feladatokat, de nem láttam, hogy hogy épül fel elejétől végéig egy projekt. Közben meg ezzel a pozícióval azért nem lehet annyit keresni, mint az előzővel, amit mondtam, és ennek tényleg szinte semmi köze az informatikához. És nekem hiányzott azért az a technikai része, plusz nem örültem neki, hogy nem keresek annyit, plusz még nem láttam bele abba a munkába, amit a jövőbe szerettem volna csinálni. És nem akartam megint úgy járni, mint egy imposztor, hogy belemegyek projektmenedzser pozíciókba, és aztán azt se tudom, hogy eszik-e vagy isszák a projekteket, vagy nem fogom tudni normálisan megszervezni, ezért nem akartam ilyen irányba elmenni. Így alakult, hogy eljutottam ugye a legutóbbi pozíciómhoz, ami egy szolgáltatás menedzseri pozíció volt, ami a legmagasabb volt eddig, ami valaha volt, és egyébként mondjuk úgy, hogy amikor ügyfélszolgálatos voltam, akkor azt gondoltam, hogy majd egyszer ezt a pozíciót el fogom érni. És el is értem, és akkor úgy éreztem, hogy na, akkor révbe értünk, de hiába gyakorlatilag, mert bár ugye otthonról dolgozhattam, illetve elég flexibilis volt úgymond a munkaidő, de iszonyat nagy mennyiségű munka volt, amit nem tudtam delegálni senkire, tehát ha én nem csináltam meg, akkor az nem lesz megcsinálva. Az ügyfelek nagyon nagy nyomást helyeznek a menedzserre, és a menedzsernek kell elvinni a balhét az alatta dolgozók hibái miatt is. Amivel nekem nincs problémám, mert tudom, hogy ez a feladatom, ugyanakkor viszont rosszul esik, hogy nem tudok rajta változtatni. Hogy én hiába dolgozom akármilyen jól, hogyha valaki más nem dolgozik jól, nekem kell a felelősséget vállalni az ő munkája miatt, amit, ahogy az előzőekben elmondtam, én nem szeretek. Tehát én nem szeretem azt, hogy én 100%-ot nyújtok, valaki meg nem, és akkor én kapom a kritikát az ő munkája miatt. Tehát ez nekem nagyon nehezemre esik. Ráadásul egy ilyen őszinte ember, mint én, az azért az ügyfelekkel nem feltétlen haver. Mert hogy én elvárnék egy partneri kapcsolatot az ügyféllel, ő meg azt várja el, hogy a hátsóját tisztára nyaljam, én meg nem vagyok az a fajta ember. Úgyhogy hiába egyébként ez mondjuk úgy álmaim pozíciója volt, én nagyon megszenvedtem ebben a pozícióban. Ennek nagyon nem volt köze az informatikához, tehát nem, még ha foglalkoztunk is informatikával kapcsolatos feladatokkal, nem úgy, mint ahogy én előzőekben szerettem volna, illetve iszonyat stressz volt az, hogy én már szabályosan féltem attól, hogyha az ügyfél felhív, hogy vajon most éppen mivel hív, vajon most éppen mit rontottunk el, vajon most éppen hogy oldjam meg ezt az adott problémát. És közben azért riportokat csináljak, ilyen prezentációkat, havi meetingekben bennüljek, félreértés ne essék, semmi problémám a meetingekben való üléssel, a dolgok vezetésével, az adminisztrációval, azzal van problémám, hogy úgy érzem, hogy nem tudok egyszerre mindent megcsinálni. És ez volt az első ilyen pozíció, amiben így éreztem, hogy nem tudtam mindent megcsinálni. Pedig én mindig túl teljesítettem minden feladatomat előző melókban, és majdnem, hogy 3 hónap után már untam is magam. És átláttam a helyzetet, és nekem több kihívás kellett, mert ez volt az első pozíció, hogy úgy éreztem, hogy ez meg már túl sok, és nem tudok mindent megcsinálni, és iszonyat mód frusztrált. És erre mondták a kollégák, hogy de nem is kell mindent megcsinálni. Jó, csak így körülbelül mindig rohantam a feladatok meg a határidők után, és ez nagyon fárasztott. És hát azóta vagyok így kiégve gyakorlatilag, úgyhogy most jelenleg úgy érzem, hogy így kb. Bármit csinálnék szívesebben, mint hogy multicégeknél dolgozzak, ugyanakkor viszont az ember pénzből él, és
Hát legyünk őszinték, hogy más cégeknél nem tud ennyit keresni az ember. Tehát szerethetnék én mondjuk virágkötő lenni, bár én meg a kreativitás ez nulla, de hát nem fogok annyit keresni vele, hogy fenntartsam a lakásomat, hogy tudjam fizetni a hiteleimet, stb. Most elkanyodtam egy másik irányba, ez az én életem. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy elértem én azt a szintet, amit akartam. Én azt akartam, hogy ezen a szinten legyek, de hiába értem el, és hiába kerestem nagyon jól, olyan jó, hogy életemben nem gondoltam, hogy ilyen jól keresek majd. Egyszerűen nem voltam boldog a munkámban. Tehát az elején én nagyon ilyen karrierista voltam, és elértem azt, amit akartam, tehát tényleg működött az a fajta terv, amit én csináltam, hogy x időnként váltottam céget, és ott mindig többet kértem, mint amit az anyacégemnél mondjuk kifizetnének, de elérkeztem egy pozícióhoz, ahol már nem számított, hogy olyan jól keresek, mert egyszerűen értéktelennek éreztem a munkámat ott, és nem éreztem magam jól. Tehát elérkeztem arra a pontra, hogy megkaptam, amit akartam, és biztos ismeritek ezt a kifejezést, hogy vigyázz, hogy mit kívánsz, mert a végén megtörténik, vagy a végén valóra válik. Hát valóra vált, és nem lettem jól tőle. Más kérdés, hogy ehhez a Covid is hozzátett, tehát, hogy amiatt is lelkileg ugye az emberek mind tropára voltak menve. Talán, amit elmondhatnék ezzel a szolgáltatásmenedzser pozícióval kapcsolatban, hogy ami viszont ebben jó, az az, hogy egy Magyarországon kívüli cégnél van így referenciám, és hogy ez bekerülhet az önéletrajzomba. Ha valami egyszer bekerül az önéletrajzodba, tehát, hogy az, még ha nem is szeretted azt a pozíciót, akkor is látszik onnantól kezdve, hogy te abban a pozícióban voltál, és ez bármikor a jövőben jó lehet. Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk így az interjúkról, önéletrajzról, stb. Na most, az önéletrajz. Nem kell az önéletrajzodnak tartalmazni az összes munkahelyet és az összes pozíciót, ahol dolgoztál. Releváns pozíciókat kell az adott munkahely, vagy az adott állás, amit megpályázol, az arra releváns dolgokat írt bele. Tehát, ha én leadok egy önéletrajzot, abban nem szerepel az összes munkahelyem, ahol én dolgoztam. Az szerepel benne, ami megfelelőnek mutat arra a pozícióra, amire jelentkeztem. Na most lehet, hogy a szolgáltatás menedzser pozíció nem releváns egy technikai pozícióra, de meg tudom mutatni azáltal, hogy voltam már olyan magas pozíción. Úgyhogy azt én benne hagynám. Na most ugye itt jön az a kedvenc mondásom, vagy a kedvenc szavam a job hopper, aki ugye főleg a mi generációnkból jön ki, meg a nálam fiatalabbakból, aki egyik melóról a másikra ugrál, és gyakorlatilag a HR-esek és a fejvadászok szemében egy megbízhatatlan ember. Én nem hiszek ebben, én szerintem, ha valakinek folyamatosan felfelé ível az önéletrajza, és ez látszik, akkor ez nem fog neki hátrányt jelenteni olyan mértékben az álláskeresésben, mint ahogy ezt beállítják. Senki nem örül neki, ha azt látja, hogy valaki évente vált munkahelyet, vagy akár gyakrabban is, ugyanakkor viszont, ha látja, hogy mindig magasabbra kerül, akkor mégis bevállalja. Nem azt mondom, hogy ez egy követendő példa, de az, hogy valaki 5 évet eltöltsön minden munkahelyen, azt sem muszáj. Egyébként a fejvadászokról és a HR-esekről is ódákat tudnék zengeni, de mindegy. Ez is a lehetne egy külön podcastnek a része. Szóval, menjünk tovább. LinkedIn. Hogyha multi cégeknél dolgoztok, akkor szerintem mondjuk úgy alap, hogy a LinkedIn-re felregisztráltok, ami nem LinkedIn, meg nem értem, hogy az emberek miért LinkedIn-nek ejtik. Na mindegy, szóval LinkedIn-en mindenképp csináljátok egy profilt, és ott nagyon sok megkeresést tudtok kapni fejvadászoktól és HR-esektől. Más kérdés, hogy olyanoktól is fogtok kapni, akik nem is olvassák el normálisan a profilotokat, és messze menően a profilotok alatti pozícióval keresnek meg, de jó lehet ez mondjuk úgy kapcsolatépítésnek, úgyhogy én mindenképp javaslom azt. Ami a legfontosabb az az persze, hogyha behívnak egy interjúra, akkor hogy ott hogy viselkedsz. Gyakorlatilag el kell tudnod adni magad. Én sajnálom, hogy nem oktatnak ilyesmit az iskolákban, de persze nem tudhatják, hogy ki milyen pozícióban megy, és más pozícióban máshogy kell az embernek viselkedni az állás interjúkon, de a multi cégeknél hát gyakorlatilag magadat kell reklámozni, és a saját magadat eladni. Mondtam itt a job hopperséget. Nem egyszer van, hogy megkérdezik az állásinterjúkon tőlem, hogy
mert váltok ilyen gyakran munkahelyet? Vagy hogy mi a garancia arra, hogy ha ők felvesznek, akkor náluk tovább maradok, mint egy előző cégnél? És azért ilyen kérdésekre számítani kell, és ezeknél tudnod kell válaszolni. Na most nekem sose volt nagyon problémám azzal, hogy előzőleg fel kellett volna készülnöm az interjúkra, mert hogy majd nem fogok tudni egy ilyen hirtelen jött kérdésre választ adni. Nem nagyon szoktam felkészülni úgy külön, esetleg magából a cégből, bár ha olyan céghez jelentkezek, akkor általában már alapból is tudok róluk eleget, mielőtt egyáltalán beadnám a jelentkezésem. Nem az interjú előtt szoktam gyorsan utána olvasni, hogy ne legyek teljesen hülye, hanem már eleve ismerem a céget. De, hogy is mondjam, vége már annak az időnek szerintem, amikor egy munkavállaló teper azért, hogy a cég felvegye. Főleg itt Budapesten, főleg ennyi multi cégnél szerintem inkább az van, hogy a cégek tepernek nagyon a munkavállalók, mondjuk kegyeiért, mondhatjuk így, és igazából a mi generációnkat egy időben ezzel a jaj, van nálunk csocsó, aztán meg babzsákok, meg van team building nálunk, és akkor gyertek hozzánk. Szóval ezzel a dumával az engem például nem nagyon lehet megfogni, meg szerintem egyébként az emberek nagy részét nem lehet már ezzel megfogni. Szerintem amivel meg lehet minket fogni, az flexibilis munkavégzés, tehát hogy ne kelljen mindig 8-ra bejárni dolgozni, illetve hogy ne kelljen mindig az irodába bemenni dolgozni. Főleg a Covid megmutathatta volna már minden cégnek, hogy simán lehet otthonról is dolgozni, és az, hogy most, hogy mindenkit, vagy legalábbis nagyon sok embert beosztottak, a cégek ugyanúgy elvárják, hogy megint mindenki heti 5 napban bejárjon az irodába dolgozni, ez számomra elképzelhetetlen, hogy ez miért jó nekik, azon kívül, hogy mikromanedzselni akarják az embereket. De pont, hogy a Covid most a legtöbb cégnél megmutatta, hogy otthonról ugyanúgy el lehet a munkát végezni, sőt, még lehet, hogy jobban is. És az embereknek a napjuk nem azzal megy el, hogy a BKV járatain ülnek, hanem lehet, hogy mondjuk több időt töltenek a családjukkal. Vagy otthon mondjuk a háztartási munkákat meg tudják csinálni, nem pedig mondjuk ülnek a villamoson, és csak néznek ki a fejükből, vagy a telefonjukon scrollolnak föl le. De hát sajnos azt látom, hogy minthogyha az itteni cégek abszolút nem tanultak volna abból, hogy a Covid alatt menjen hazaküldték a munkavállalókat, most meg mindenkitől azt akarják, hogy benn dolgozzanak, ami számomra egy vicc. Szóval szerintem minket ezzel lehet megfogni, meg azzal, hogy tehát például a legtöbb interjúnál mondják, hogy igen, éves bónuszt lehet kapni, és hogy hát igaz, hogy a fizetés nem annyi, de a bónusz az meg ennyi. Igen, nem érdekel a bónusz. Tehát a bónusz az egy plusz dolog, egy nice to have, úgymond, de őszintén szóval nekem a havi fizetésem legyen olyan, hogy annak értelme legyen, ne az évvégi bónusszal kecsegtessenek, ami lehet, hogy nem is annyi lesz, mint amennyit előre megjósoltak. Mondjuk még nem nagyon hallottam olyan céget, ahol az éves bónusz nem fizették ki, akkor is, hogyha a cég nem teljesítette az éves elvárásokat, akkor is kifizették. De akkor is én nem erre megyek. És az, hogy van iskola támogatási kafetéria, engem hol érdekel, úgyha nincs gyerekem. Vagy nem tudom, lehet fesztiválokra belépőt kapni kafetériaként, kit érdekel, nem járok már fesztiválokra, vagyis hát nagyon kevésre. Tehát engem ilyenekkel nem lehet megfogni az ilyen juttatásokkal, inkább azt akarom, hogy odafigyeljenek arra, amit mondok, hogy dolgozhassak otthonról, ha akarom, és egyszerűen legyen több beleszólásom a munkámba. Ezt akarom, nem azt, hogy csocsó asztal, pedig egyébként imádok csocsózni, de akkor is értitek. Minden esetre, ugye azt mondtam, hogy el kell adnod magad az interjún, ez nem azt jelenti, hogy hazudnod kell, meg nagyokat mondani. Mert én azt gondolom, hogy én nem szoktam, hogy mondjam, nem hazudok a munkahelyeimről, hogy miért jöttem el onnan, egyszerűen csak persze nyilván nem azt mondom, hogy jó, hát, hogy köcsök volt a főnök, még ha egyébként nem is jöttem el, vagy nem is jöttem ki jól a főnököm, mert akkor se így fogom mondani, de az, hogyha teljesen másmilyennek állítod be magad, mint amilyen vagy a mindennapokban, akkor ez a mindennapokban utána úgy is ki fog derülni. Tehát szerintem fölösleges ott nagyokat hazudni. Az más kérdés, hogy nyilván meg kell mutatnod, hogy te miben vagy jó az interjún. Mert hogyha nem mutatod meg, akkor valaki más fognak helyetted fölvenni. Akinek problémája van azzal, hogy emberek előtt beszéljen, mert hogy általában minimum 2, de egyébként inkább 3 ember szokott egy ilyen interjún bent lenni. Ha valakinek ezzel problémája van, akkor az nagyon sokat gyakorolja, mert ott neked nagyon magabiztosnak kell lenni, és nagyon kell tudnod átadni magad
mit tudom én, egy óra alatt, vagy fél óra alatt. Nyilván, hogyha ilyen pozíciókra jelentkezel, akkor nem ártana jól tudni az adott nyelvet, amilyen jelentkezel, ugye angol az szinte már alap. Minden cégnél, ha mondjuk te most spanyolos vagy franciás pozícióban mész, akkor nyilván jól kell beszélned franciául, ha németesben, akkor németül, stb. És hát ugye a kedvenc mondatom, amire mindig valahogy utalnak az interjúkon, az az, hogy szeretsz-e csapatban dolgozni, vagy tudsz-e csapatban dolgozni. Na most én nem véletlenül mentem el service managernek, tehát szolgáltatás managernek legutóbb, mert ott már nem kellett csapatban dolgozni. Dolgoztam együtt emberekkel, de nem kellett a közvetlen munkámat megosztani, ami jó is volt, meg rossz is volt. Jó volt azért, mert hagytak dolgozni, rossz volt azért, mert hogyha én nem csináltam meg, senki nem csinálta meg. De amikor egy interjú van, akkor ilyenkor sose, tehát olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy én utálok csoportban dolgozni, akkor nem fognak felvenni. Én nem szeretek csoportban dolgozni, mert nem vagyok, ez egy nagyon csúnya szó lesz, de nem vagyok szolgalelkű. Tehát én nem szeretem, ha nekem megmondják, hogy mit, hogy csináljak. Én, ha valamit értek, akkor ezt magamtól is tudni fogom, hogy hogy kell megcsinálni. Egyébként, ahogy mondtam, minden csapatban kell egy vezető, aki megmondja a többieknek, aki összefogja a többieket. Én ezt szeretek lenni. Szerintem erre ugyanúgy szükség van, mint egyébként a csapat többi tagjára, úgyhogy, de ha egy, mondjuk a leendő főnököd azt hallja, hogy te szeretsz főnök lenni, az valószínűleg nem lesz neki túl szimpatikus. De ki lehet ezt úgy fejezni, hogy értsék, de mégsem legyen ennyire, hogy is mondjam, brutálisan őszinte. De mindenképp ezt akarják hallani, hogy te jó csapatjátékos vagy. Én ezt úgy fordítanám le, hogy szeretnék azt gondolni, hogy szó nélkül megcsinálod, amit mondanak. Na mindegy. Van, amikor úgy érzed, hogy tök jól sikerült az interjú, és mégse vesznek fel. És akkor nem azt mondom, hogy nekem sose volt ilyen, de volt, hogy nagyon akartam egy céghez menni, és úgy éreztem, hogy jól sikerült az interjú, és mégse vettek fel. És kiderült, hogy egy másik ember volt rajtam kívül interjún, és őt vették fel. És akkor nyilván az ember ilyenkor rögtön elkezdi megkérdőjelezni, hogy akkor mégse volt olyan jó az interjú, mint ahogy én éreztem. Mégsem válaszoltam jól a kérdésekre, de nem erről van szó. Lehet, hogy egyszerűen csak az az ember valamiért szimpatikusabb volt. Vagy tényleg arról volt szó, hogy a cég kevesebbért akart embert felvenni, vagy bármi. Nem kell, tehát nem fordulhatsz be minden egyes interjú után, ahol nem vesznek fel, mert egyszerűen nem lehet így élni az embernek az életét, plusz sokszor tényleg soha nem fogod megtudni, hogy mi miatt nem vettek fel, és lehet, hogy egy tök banális dolog, ami miatt őt vették fel hamarabb, és nem téged. Ráadásul, ha valakit azért vettek fel, mert lehet, hogy te szimpatikusabb voltál, de a másik ember kevesebbet kérsz, tehát olyan céghez ne is akarjál menni. Ennyi. Nyilván nem arról beszélek, hogyha éhezel és nincs más lehetőséged, akkor persze rosszabbul esik, de ahogy mondtam, ha lehetőséged van rá, csak úgy keres mellót, hogy még ott van az előző munkahelyed. Most az más kérdés, hogy én nem így fogom jelenleg csinálni, de nekem van annyi félretett pénzem most, hogy ne legyen gond azzal, hogy mindenképp el kelljen egy munkát vállalnom, hogy tényleg csak akkor vállaljam el, ha én azt akarom csinálni. Egyébként van, amikor el van döntve előre egy pozíció, és csak azért interjúztatnak, mert muszáj. Volt egy ilyen az egyik munkahelyemen, ahol egyébként eddig a legtöbbet maradtam, hogy megpályáztam egy új csapatnak a csoportvezetői pozícióját. Mint ahogy mondtam, nem akartam feltétlen pátyolgatós csoportvezető lenni, de azt is tudtam, hogy ezt az új csapatot felállítani nagyon nagy kihívás lesz. Azt is tudtam, hogy nekem megvan már olyan tapasztalatom az adott témával kapcsolatban, ami miatt én nagyon jól tudnám segíteni az újonnan jött dolgozókat, és van elég nagy pofám is ahhoz, hogy kivívjam nekik azt, hogy megkapják azt a fajta segítséget, ami szükséges a munkájukhoz. És beadtam a jelentkezésem arra a pozícióra, majd a kollégák szólták, hogy de hülye vagy, hát nem tudtad, hogy már el van döntve, hogy XYZ fogja megkapni ezt a pozíciót. És csak azért írták ki a belsős munkakeresős oldalra, mert ez kötelező. De hát mivel én jelentkeztem rá, ezért engem is meghallgattak a pozícióra. Elmondtam ugyanezeket a dolgokat, hogy ismertek, tudjátok, hogy én nem vagyok egy pátyolgatós, de azt is tudom, hogy ez egy nagyon kemény munka lesz ennél az új csapatnál. És ha azt akarjátok, hogy ez a csapat beinduljon, időre induljon be, és tényleg hatékonyan dolgozzon, akkor itt vagyok én. Na nyilván nem én kaptam meg a pozíciót, ami
annyira nem lepett meg, de persze az igazság harcosa énem itt is rendesen ki volt akadva, hogy mi az, hogy eldöntik előre, de hát nyilván ezért vagy főnök, hogy te dönthessél úgy, hogy az embereidet beteszed az adott pozícióba. Na most én utána kerestem egy munkahelyet, és felmondtam, és a felmondásomnál ugyanez a nő, aki engem interjúztatott, és már előre eldöntve azt a másik embert akarta abba a pozícióba tenni, azt mondta, hogy de hát miért megyek el, ennél a cégnél én megbecsülést kapok. Ezt azok után mondta, hogy meginterjúztatott, és nem vett fel arra a pozícióra, plusz még az értékelésemnél hozzátette, hogy nincs elég people management skill-em. Tehát, hogy én nem tudok emberekkel bánni. Ami szerintem egyébként hülyeség is, tehát nem is igaz, meg szerintem a örökké óvónénit játszani a felnőtt embereknek, az nem feltétlenül az a legjobb hozzáállás az emberekhez, és az emberek irányítása nem a kis buksi simogatásból áll. Van, akinek erre van szüksége, tény, hogy én nem vagyok az a fajta ember, aki szívesen csinálja ezt, ugyanakkor viszont azt mondani, hogy nekem nincs érzékem az emberekhez, az azért elég nagy csúsztatás, én úgy érzem. Minden esetre azt mondta nekem, hogy engem ennél a cégnél megbecsülnek, nem menjek el. Mondtam, hogy jó, de amott többet kínálnak, és egy magasabb pozíciót, amire ti most nem vettetek fel, ráadásul még annál magasabb pozíciót, mint amit itt meg ennél a cégnél megcéloztam. Majd elmondta a HRS-hez, és beszélt a HRS-sel, és a HRS elmondta, hogy csak 20%-kal tudják a fizetésemet emelni, amit ugye elmondtam, és hát annál a másik cégnél több volt a fizetésem, mint ha itt 20%-kal emelték volna. Hát, mint ahogy tudjuk, el is mentem onnan, és hiába egyébként imádtam a kollégáimat ott, bár már nagy részük nem dolgozik a cégnél, de tényleg máig beszélek velük, és jóban vagyok velük, és így nosztalgiával gondolok vissza azokra az időkre, de nem maradtam volna egy olyan munkahelyen, ahol én egyébként szerintem értékteremtőbb pozícióban tudtam volna lenni, és előre volt döntve, hogy valaki mást vesznek fel oda, aki szerintem egyébként nem is volt olyan megfelelő erre a pozícióra, de az mindegy is. Majd azzal akarnak itt tartani, hogy engem ez a cég megbecsül, hát hagyjuk már. Tehát ez egy nagyon vicces történet volt, de legalább arra jó, hogy például most is tudok ebből egy sztorit gyártani, és akkor el tudom nektek mondani. Fizetésigény. Ha van lehetőséged, akkor kérdezd meg valami ismerőst, aki ott dolgozik a cégnél. Nekem már majdnem minden cégnél most már van egy volt kollégám, mert elég nagy a fluktuáció az IT-s cégeken belül. Viszont most már online is lehet fizetéseket, ilyen fizetési tartományokat, például azt hiszem a LinkedIn oldalán, és talán a legtöbb ilyen állásközvetítő cégnek az oldalán is. Szerintem a profession.hu is csinált már ilyen átlag fizetések Magyarországon pozíciónkénti izét. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ha elmész egy cégtől, akkor bármilyen pozícióba mész is többet, tehát kérjél többet, mint amennyit eddig kerestél. Tehát, hogy legyen értelme annak, hogy váltottál. Én úgy szoktam, hogy egy tólig fizetést adok meg, tehát nem azt mondom, hogy én mindenképp, most megint mondok valamit, 400 bruttót akarok keresni. Direkt össze-vissza mondok összegeket, ez semmi relevanciája nincs ahhoz, amit most én mondok. Mondhatnék 200 bruttót is, tök mindegy. Tehát én nem azt mondom, hogy mondjuk 400 bruttót akarok keresni, hanem azt mondom, hogy mondjuk 350-től 500-ig. Én általában el szoktam mondani, hogy nem tudom, hogy az adott cégnél mi számít jó fizetésnek, és mi nem, ezért csak úgy körülbelül tudok mondani, úgyis ők fogják eldönteni, hogy mennyit adnak a végén, aztán te vagy beleegyezel, vagy nem. Ne adjál meg olyan minimális összeget, amiért nem mennél el oda dolgozni. Tehát csak olyan összeget adjál meg túlig, ami ha a legkisebbet adnák meg, akkor arra is elmennél. Semmi értelme megadni 250 bruttót, ha te nem akarsz annyiért oda elmenni dolgozni. Tehát, hogy minimum, maximum összeg is olyan legyen, amiért te ott dolgoznál. Aztán mondom, lehet, hogy ennél kevesebbet fognak neked megajánlani, amit nem vagy köteles elfogadni. A HR-esek szokták azt is mondani, én az első telefonhívásban meg szoktam kérdezni, hogy ez a fizetési, mert hogy nem mondhatják meg a HR-esek, hogy mik számítanak ott jó fizetésnek a cégnél, tehát muszáj vagy te mondani egy összeget, ők csak annyit válaszolhatnak, hogy ez benne van-e a büdzsében, úgymond. Én például most az egyik ilyen szupermarket cég IT osztályára jelentkeztem egy pozícióra, és 40 perces telefonbeszélgetés, ilyen első interjú végén a HR-es kiröhögött, mikor elmondtam neki, hogy mi a fizetésigényem, azt mondta, hogy ez messze magasabb, mint amennyit ők ezért a pozícióért kínálnak. Na, ilyenkor eléggé mérges vagyok, mert miért?
miért szórakozott velem 40 percen keresztül, még kérdezgetett végig, meg jópofiztatott, meg nyelvi tesztelt, azért, hogy utána egyszerűen kiderüljön, hogy még csak közel se vagyunk pénzi, ügyileg úgymond egymáshoz. Ráadásul, hogyha én úgy kezdeném a telefonhívást, hogy beszéljünk a pénzügyről, mert különben nincs értelme, akkor az egy elég rossz első benyomás, tehát kénytelen vagyok úgymond a jópofis részét végigcsinálni, bár van olyan volt kolléganőm, aki így indítja a beszélgetést, és egyébként nálam magasabb pozícióban van, tehát hogy lehet, hogy van, akinek ezt is elnézik. Szóval mindig egy ilyen tólig összeget szoktam megadni, nyilván bruttóban, mert hát a nettó az ugye attól függ, hogy van egy gyereket, házas vagy, és a többi, mit tudom én. És mondom, azért ne kérje a keveset, hogy mindenképp felvegyenek. Tehát ne add meg a lehetőséget a cégnek, hogy akkor mindenképp neki keveset kelljen utána fizetni. Igenis gondolj arra, hogy a te időd megy ezzel el, fizessék meg. Egyszer elkövettem egy hibát, hogy az egyik kollégámnak elmondtam, hogy mennyit fizetnek, ugyanabban a pozícióban voltunk. Hivatalosan mondom, nem szabadna megosztani a fizetésünket, de hát ezt nem mindig tartjuk be. És elmondtam a kollégának, hogy én mennyit keresek. Na most az a kolléga ügyfélszolgálatos volt ezelőtt, mielőtt ebbe a pozícióba felkerült, én meg már előző cégeknél, már két előző cégnél is dolgoztam ebben a pozícióban. Tehát a szenioritási ranglétrán én fölötte voltam, ezért én alapból többet kaptam fizetésnek, mert sajnos ez így működik. Ha neked van tapasztalatod abban a pozícióban, akkor te alapból magasabb fizetéssel indulsz. És teljesen kiakadt, mint a kakukkos óra a kollégám, hogy miért van az, hogy ő is egy csomót dolgozik, és akkor én többet kapok. Nem rám volt mérges, tehát nem azt akartam mondani, hogy dolgozok én annyit, mint te nem érdemled meg azt az összeget, hanem azt akartam mondani, hogy milyen szemétség a cég részéről, hogy többet fizet. És mondtam neki, hogy én voltam az ő helyzetében, amikor kidolgoztam a belemet, és egy nálam tapasztaltabb ember a kevesebb munkáért is több fizetést kapott, mert hogy már volt tapasztalata abban a melóban, és én is igazságtalanságnak éreztem. Ugyanakkor viszont én nagyon sokat dolgoztam azért, hogy nekem az önéletrajzomban benne legyen ez, és egy következő helyen ugye magasabb fizetéssel induljak. Tehát ezt ő is ugyanúgy megteheti, csak ő nálam fiatalabb volt, és még úgymond a karrierjeinek az elején tartott. De majd egyszer ő is fog tudni a többieknél magasabb fizetést kérni, azért, mert neki már van tapasztalata. Tehát én úgy éreztem, hogy az, hogy ő ezen kiakadt, az mondjuk úgy, hogy jogos is, meg nem is. Tehát, hogy én megtettem valamit azért, hogy én most többet keressek, mint ő, és egyébként meg nem gondolom, hogy kevesebbet dolgoztam volna, mint ő. Mindenesetre ez mindig problémát okoz, csak én ennek ellenére is nem vagyok úgy, hogy annyira takargatom a fizetésem az emberek előtt. Kollégákkal nem szoktunk erről beszélni, de mondjuk így a barátaimmal én erről beszélek, mert én nem tartom ilyen hú de titkolandó dolognak. Nyilván nem vagyok politikus, vagy nem tudom mi, hogy így annyira nyíltan kelljen kezelni a pénzügyeimet, de ettől függetlenül én nagyon sokat tettem azért, hogy ilyen pénzt keressek. Mondom, gyerekkoromtól fogva én direkt erre voltam ráva, és én erre büszke vagyok, hogy eljutottam arra a szintre, tehát nem fogok titkolózni, hogy mennyit keresek. Nyilván lehetne ennél többet is keresni, hiszen nekem is van lakáshitelem meg, és mi nem azt jelenti, hogy így visszafizetem a lakáshitelemet, de többet tudok valószínűleg félretenni, mint egy olyan ember, akinek gyerekei vannak, akinek kocsija van, akinek nem tudom milyen hitelei vannak. De hát ezért én elég sokat megszenvedtem, és mondom, egy olyan munkahelyen, vagy olyan munkahelyeken, amiket nem mindig élvezek. Egyébként ezért is hagyom őket ott, mert én nem fogok ott maradni olyan helyen, ahol érzem, hogy már belebetegszem gyakorlatilag a munkába. Annyira egyik hely se fontos nekem. Egyébként attól függetlenül, hogy én ott hagyom simán a munkahelyeimet, ha úgy érzem, hogy nincs maradásom, az nem azt jelenti, hogy mindenkinek így kell ezt csinálni. Én is érzem, hogy most már azért kicsit túlzásba viszem. Ettől függetlenül tényleg én nem fogok ott maradni egy munkahelyen, ha nem érzem ott jól magam. És szerintem ezt nagyon sok embernek el kéne sajátítania. Többek között a mostani munkahelyemen látok embereket, akik iszonyat ki vannak zsigerelve, és ezen a munkahelyen vannak 5 éve, és sehol máshol nem dolgoztak még, és ilyen önéletrajzzal őket bárhol fölvennék jobb fizetésért, és valamiért nem mozdulnak, és meg nem értem, hogy miért. És ilyenkor úgy leültetném ezeket az embereket, hogy miért nem lépsz, hát tárt karokkal várnának máshol. Hozzáteszem,
az egyik kedvenc mondatom, same shit, different company. Tehát gyakorlatilag mindegyik cég valahol ugyanúgy működik, tehát nem fogsz sehol mennyországot találni, legfeljebb az adott csapat, vagy az adott ügyfél, akihez kerülsz, az jobb lesz, mint az előző volt. És ilyen, hogy lojalitás cég iránt, ilyen nincs. A cégeknek sincs irántad. Most én nem akarok itt nagyon túlzásokba esni, de ezt gondolom. Hiába akarod, hogy majd a cég téged megbecsül, nem becsül meg. És az egyik kedvenc mondás, amit mindig hallok multi cégeknél, mindenki pótolható. De tényleg mindenki. Nincs olyan tudású ember, akit ne lehetne pótolni, vagy ha nem lehet pótolni, akkor is valahogy tovább megy a szekér nélküle is. Veszteség lesz, meg nem lesz boldog az ügyfél, de azért valahogy tovább megy a gépezet nélküle is. Az apám mondta mindig, hogy legyen valami olyan tudásod, ami senkinek nincs, és akkor nélkülözhetetlen leszel. De mindenki nélkülözhető, főleg egy multicégnél. Tedd fel magadnak azokat a kérdéseket, hogyha egy adott munkahelyen vagy, és már nem érzed magad jól, hogy milyen áron vagy te még mindig ott a cégnél, hogy vajon megéri-e ott maradni éveken, akár évtizedeken át, nő-e annyit évről évre a fizetésed, hogy megérje, illetve, hogy jó, persze végkielégítést kapsz 3 év után, meg ilyenek, de visszahozza az árát? Megéri az neked? Illetve mi a fontos neked? Ez a fajta megszokás, jaj, stabilitás, hozzáteszem, sose vagy biztonságban a munkahelyeden. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy azért, mert ő 20 évig valahol ott van, és akkor majd jobban megbecsüli a cég, nincs ilyen, azokat is ugyanúgy elküldik. Főleg, hogy egyébként minél tovább vagy ott, annál drágább leszel a cégnek, hogyha egyszer kirúgnak, mert annál nagyobb végkielégítést kell neked fizetni. Na mindegy. Illetve, bocsánat, hogy ezt mondom, de örülsz annak, hogy ennyire begyepesedett vagy? És ezt nem azt akarom mondani, hogy mindenki begyepesedett, aki a munkahelyén dolgozik tovább, mint 5 év, de az biztos, hogy a kényelmi zónádból kilépés, hogyha egy új munkahelyen kezdesz, és valami teljesen ismeretlen dolgot csinálsz egy új cégnél, vagy ahol valami teljesen más pozícióban kezdesz például. Illetve az, hogy nincs elég pénzed, és akkor ezen sírsz, hogy miért nem fizet többet a cég, erre annyit tudok mondani, hogy el lehet menni másik pozícióba. Elmondtam, hogy én ugyanabban a pozícióban egy másik cégnél mennyivel többet tudtam keresni. 1, 2. El lehet menni másik városba is. Tudom, hogy a Magyarországon nem túl mobilisak az emberek, de meg lehet ezt tenni. És hát lehet másodállást is ugyanúgy vállalni. Én is emlékeztek rá, eljöttem ide ebbe a lakásba, azelőtt volt egy főállásom, és amellett takarítottam is. És nekem nem volt mocskos a takarítói munka, ugyanúgy megcsináltam, egyébként ugyanúgy 100%-ot adtam bele, mint hogyha a rendes főállásom lett volna, mert ilyenfajta ember vagyok. Én nem gondolom egyébként, hogy emiatt leredukálódik a multis munkára, ez az én hülye perfekcionista ugye attitűdöm, ami ebben is ugyanúgy ott volt. Egy dolgot ne felejtsetek el, hogy a főállásotok mellé, ha vállaltok valamilyen munkát, akkor kötelesek vagytok bejelenteni a munkáltatótoknak, hogy neki is hozzá kell járulni ahhoz, hogy ti más helyen is dolgozzatok. Plusz, hogyha ugyanaz a profilja a cégnek, mint a főállásodnak, akkor nagy esélyen nem fogják megengedni, mert hogy akkor ott érdekellentétek vannak. Meg információt is, hát hogy mondjam, ilyen kémkedésnek lehet venni gyakorlatilag. Ez főleg az IT-s cégeknél alá is kell írnod egy ilyen nyilatkozatot, mikor belépsz a céghez. Hát, kicsit hosszabban beszéltem, mint kellett volna, körülbelül 4-szer töltöttem az aksit újra ez idő alatt. Összefoglalásnak annyi, hogy az önéletrajzod legyen rendben, mikor beadod, ha kell, akkor kér segítséget, nézz utána a neten, hogy kell szépen kitölteni egy CV-t vagy egy önéletrajzot, mindig a releváns pozíciók legyenek benne, interjúra készülj fel, ha szükséged van a cégből, illetve hogy hogyan prezentáld magad, erre is lehet persze segítséget kérni. Hogyha a megszokás vagy a földrajzi elhelyezkedésednek a rabja vagy, akkor csak rajtad el, hogy változtass ezen, és ha hivatkozol mindig arra, hogy külső dolgok miatt keresel te ennyit, vagy nem jutsz tovább, ez mind csak rajtad múlik tényleg. Lehet lépni, még ha másoknak nehezebb is mondjuk a családot felpakolni és úgy elindulni, akkor is erre van lehetőséged. Lehet, hányan járnak Sopronból ki Bécsbe dolgozni, és jobban keresnek csak az a pénz, amit ott keresnek, meg az itthon többet ér. Tehát lehet itt változtatni az életén az embernek, ha akar. Továbbra is mondom, csak most ilyen multis, meg ilyesmi melókról beszélek, nem szakmunkásokról, nem szakmát végzett, vagy szakmát szerzett emberekről, hanem az én területemről, úgymond.
Szerintem nagyon fontos, hogy tovább képezd magad akkor is, hogyha dolgozol egy adott helyen, és nem is feltétlenül kell azon a területen, hanem valami más területen is tovább képezheted magad, mint például most a Covid alatt, nagyon sok embernek a munkája ellehetetlenült. Én nekem akkor is lett volna munkám, hogyha ugye fitness instruktorként dolgozok, és bezárják az edzőtermeket, ugyanúgy elmehettem IT-s cégekhez dolgozni, akkor nem kellett attól félnem, hogy az én adott területemen tudok csak dolgozni. És ez szerintem nagyon fontos, hogy mindig legyen egy terved, amihez tudsz nyúlni, hogyha probléma van. Mindig nézd a saját értekeidet. A cég nem fogja a te érteket nézni, addig fogják a takarót húzni, addig fognak téged kizsigerelni, amíg engeded, hogyha nem úgymond tartod meg a határaidat, és nem mondasz nemet, még ha asszertíven is. Nem tudom, hogy a mi generáció miért fél még mindig attól, hogy úristen, de mi lesz, ha kirúgnak. Szerintem múlt is cégtől nem lehet kirúgatni magát az embernek egyébként. Láttam már karomvarjút. Olyan dolgokat megcsináltak az emberek, nem jöttek be dolgozni, meg ilyesmi, és akkor se rúgták ki őket, hogy ettől félni a mai világban, meg hogy nem lesz új állásom, főleg itt Budapesten, ettől félni, az szerintem egy vicc, tehát ettől nem lehet. Nem, emiatt nem maradhatsz csöndben, ha úgy érzed, hogy igazságtalanság történik veled. A apám egyébként, aki vidéken lakik, ő mindig kritizál, hogy miért váltok ilyen gyakran munkahelyet. Nyilván, hogyha vidéken lennék, nem tehetném ezt meg, mert nincs ennyi munkalehetőség, de hát okkal nem maradtam vidéken, hozzáteszem. Egyébként, ha arra gondolok, hogy a nagyszüleim mennyi munkát váltottak életük során, akkor szerintem én még elég jól tartok, mert én legalább egy adott területen dolgoztam. Az más kérdés, hogy nagyszüleim ugye nyugatosként hazajöve a világháborúból csak nagyon pitiáner munkahelyeket tudtak dolgozni, és ezért is gyakran váltottak melót. De ha azt nézem, akkor a családi átlagban nem vagyok én meglepőbb, mint a többiek. És egyébként is mindig azt gondoltam, hogy úgyse abban fogok feltétlen dolgozni, ami a végzettségem, és szeretek mindig új dolgokat tanulni, meg ha rajtam múlna, én mindenhez is értenék, és polihisztor akarnék lenni, úgyhogy nekem sose volt, nem is gondoltam gyerekként se, hogy 40 évig ugyanazon a munkahelyen dolgoznék, nem is értettem, hogy ez miért jó egyébként, szétunnám az életem körülbelül, ha ugyanazt kéne 40 évig csinálnom, meg ugyanazon a munkahelyen dolgozni, meg ugyanazokat az embereket látnám. Egyébként, ha vidéki lennék, én valószínűleg inkább szakmát szereztem volna, mert szerintem annak több értelme van vidéken, mint itt. Ha én például értettem volna az asztalos munkához, akkor én tök nagy bizniszes asztalos lettem volna, akinek mindig egy csomó munkája van, és egy csomó megrendelése van. Más kérdés, hogy nem vagyok ilyen kézügyességben túl jó ember, úgyhogy ezért nem is az lettem, meg nem is nagyon gondoltam rá, hogy bármilyen szinten vonzana a fa megmunkálása, de hogy mondjam, a mai eszemmel értelmiségiként nem vidéken dolgoznék. Ott, ha csinálnék valamit, az mondom, az kétkezi munka lenne. És nem gondolom rosszabbnak ezt, egyszerűen csak mindenki valamiben jó, én nem feltétlen abban voltam jó. Bár nem gondolom, hogy annyira rossz lennék benne, de na. Egyébként nem vagyok híve annyira nagy mobilitásnak, mint Amerikában, hogy képesek az ország másik végébe költözni egy munkahely miatt, de azt is gondolom, hogy az, hogy mindenki csak egy adott városban, vagy egy adott területen hajlandó leélni az életét, mert mindig is ott élt, vagy mert a családja ott van, szóval szerintem ez olyan szinten röghöz köti az embereket, vagy hogy itt vettem házat, és akkor mi van? Nem lehet eladni? Jó, bizonyos helyeken nehezen lehet eladni a házat, de szóval, hogy az embernek tudni kell megmozdulni, és utána nem lehet mindig a külső dolgokat, hogy mondjam, anyázni amiatt, hogy te életed rossz. Egyébként a Covid alatt ez is egy nagyon jó, hogy mondjam, jó ötlet lett volna a vidék felzárkóztatására, hogy most már főleg IT-s mellókhoz nem kell feltétlenül a városban lenni. Internet kell neked, meg gép, és akkor bárhonnan tudsz dolgozni, tudsz Zalaegerszegen dolgozni, tudsz Gyulán dolgozni, tudsz Máriapócson, vagy nem tudom hol. Tehát, hogy bárhol tudsz dolgozni, nem kötelező már a városban lenni, max havonta egyszer feljönni egy napra, hogyha valamit ügyet kell intézni, de már arra se kell. Úgyhogy engem nagyon zavar, hogy a cégek még mindig arra koncentrálódnak, hogy feltétlenül az itteni embereket vegyék fel. Egyébként a projektkoordinátori munkahelyemen voltak kollégáim, akik Dunántúlon laktak, és soha nem találkoztunk élőben, és onnan dolgoztak, ugyanannak a cégnek dolgoztak, mint én, mert nem volt szükség rá, hogy
ott legyenek. Külföldi ügyfeleket támogattunk, akikkel egyébként sem találkoztunk sose élőben, tehát tök mindegy volt, hogy ők honnan dolgoznak, innen, vagy Győrből, vagy Sopronból, vagy Tatabányáról, vagy Székesfehérvárról, vagy bárhonnan. Az egyetlen probléma ezzel az, hogy vidéken viszont emellett az infrastruktúra nem fejlődik úgy, tehát hiába kereselte jól, ha ott nincs lehetőséged a gyereked olyan iskolába járatni, vagy nincs olyan kórházi ellátás, stb. Ez az egyetlen, ami miatt én még továbbra is azt gondolom, hogy nem feltétlen jó ilyen munkahelyet betölteni, vagy ilyen állást betölteni vidékről. Bár a pénzed ott többet ér. Ennyi. Na és akkor a végére így hozzáteszem a negatív, bár már közben is mondtam egy csomó negativitást, mondom, én most nagyon ki vagyok égve, és annyira nem vagyok túl lelkes a munkahelyeimmel kapcsolatban, de tulajdonképpen lehet, hogy ezzel nem értetek egyet, egy bábú vagy a rendszerben, egy robot, akitől azt várják el, hogy kérdés nélkül csinálja meg a dolgát, hogyha kérdezik, akkor válaszoljon, de akkor is csak olyat, amit a menedzsment hallani akar, és kicsi az esélyed, hogy te ott akkora nagy változást el tudj érni, hogyha nem értesz egyet a vezetőséggel. Úgyhogy én nagyon negatívan látom jelenleg a multis életet, de persze nekem más a prioritásom. Annak, akinek családja van, gyerekei vannak, és tényleg csak azért jár be dolgozni, hogy mondjuk úgy egy normális, tiszta munkahelye legyen, normális, tiszta kollégákkal, és a hónap végén kapjon fizetést, és úgy el legyen, mint a befőtt az életében, annak tökéletes. De hát én nem feltétlen ilyen ember vagyok. Ami mondom, az én hibám, és az én személyiségbeli nehézségem, hogy én mindig valami nagy magasztos célért akarok dolgozni, és hatékony akarok lenni, és azt akarom, hogy körülöttem is hatékonyak legyenek az emberek, és hogy én nagyon sok értéket teszek bele a munkámba, amit lehet, hogy más nem tesz bele, ez az én hülyeségem. Mindenesetre remélem tetszett nektek ez a nagyon hosszú podcast, és remélem, hogy tudtam valami újat mondani, vagy érdekesnek találtátok ezt az egész sztorizgatást, és remélem nem akasztott ki titeket annyira, de mondom, ez az én élményem, ezek az én tapasztalataim, írjátok meg, hogy nektek milyenek vannak, esetleg, hogy találkoztatok-e már valamilyen problémával, vagy szerintetek nektek milyen problémátok van az adott munkahelyen, ha esetleg ti is ilyen területen dolgoztok, mi az, amit ti problémásnak találtok, vagy miért szerettek egyébként multicégeknél dolgozni. Az egyetlen dolog, amit mondhatok multicégnél, soha nem volt még olyanom, hogy ne jöjjön időben a fizetés vagy a kafetéria. Míg az állami munkahelyen dolgozó volt lakótársamnak például 2 év csúszásban volt a kafetéria kifizetése. Tehát, hogyha más nem, akkor ezt mondhatom, plusz ugye a politikai dolgoktól annyira nem függ, persze függ, de nyilván nem fognak azért engem kirúgni a munkahelyemről, ha azt mondom, hogy én mondjuk nem a kormánypártra szavaztam. Legalábbis remélem, fene se tudja. Na remélem tetszett, írjátok meg, hogy miről láttátok szívesen legközelebb podcastet, és remélhetőleg most már gyakrabban tudok videókat csinálni, ahogy ígértem, hivatalosan, havonta egy adás felkerülne. Sziasztok!